Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani. Szevasztok. Hello, Feri. Hello. Hát jó reggel. Jó reggel. Ezen a gyönyörű napon. Jaj, de gyönyörű ez a nap. Hogy örülök az ilyen napoknak, főleg amikor egy ilyen szelesebb, esősebb napból átmenjünk egy ilyen kellemesebb, csapadékszegényebb, szárazabb napban, mert ilyenkor mindig úgy alszok, illetve nem az alvással van gond, hanem a felkeléssel, mintha agyonvertek volna egy lapáttal, komolyan mondom. Tegnap vagy ma? Aha, hát basszus, úgy keltem föl, de komolyan mondom, azon gondolkodom, mert kicsit túlvállaltam magam tegnap egy ilyen zöldséges köles csodával, amit a gyereknek csináltam ebédre, csak nem ettem meg az egészet, rám hárult körülbelül a 3-4-nek az elpusztítása 10:30-kor, akkor lefeküdtem aludni. Köles csodát készített. Azt hittem, igen, ilyenkor már a Gáborra hajaz. Egy zöldséges köles csoda, és szórtál rá valami kis díszítésként. Sárga barack mag örlemény. Nem vagyok akkora gurma, mint amilyen a Gábor ebben a műfajban, de az van, hogy ez ugye egy ilyen gyors köles volt, tehát ilyen zacskós, ebből nem lehetett egyszerűen kevesebbet főzni, annyit kellett, amennyit. És hát picit sokra sikerült, és akkor később feküdtem még le. Megnéztem meg egy nagyon tanulságos videót, mint a Balázs küldött át nekem két újságíróról, akik az elmúlt 35-40 évüket nem sportolással töltötték el, és úgy is Úristen, de szánalmasak voltak, igen. Egy linket küldtem neked este még. És na hát az aztán betett a kaput végképp, így tudatilag, akkor még gyorsan elkezdtem tornázni, hogy úgy járok, mint ők. Bár ha most abba hagynám, akkor valószínűleg akkor sem járnék úgy, mint soha nem tudnál úgy járni. Soha nem tudnál úgy kinézni, és úgy járni, és mindent értek. Az magyar újságíró? Hát igen. Összes írásukat értem, a megkeseredésüket, a nyomorukat, a fájdalmukat és a világra kivetett dühüket is értem, mert ha így néznél ki és ilyen nyomorúságos videót forgatnál, hogy te is tudsz focizni, akkor mindent és mindenki gyűlölnék a világ. Ez egy bizonyító értékű videó volt, hogy gyerekek, kövérek vagyunk, de jól focizunk, vagy mi? Nem, kipróbálták, hogy majd ők most vicceskednek. Aha. Hát nem, annyira nem voltak azok, hogy Jézus ilyet jó. Tudod, ez az a típus, aki a iróniával kezelem a saját külsődleges jegyeimet, de azért nem, valójában meg nem. Igen, valójában meg nem. Van más választásom, csak nem tudok vele. Igen, de valójában nagyon fáj és nagyon haragszom a világra, és mindenkibe belerúgok, akibe csak tudok, mert így nézek ki, és ilyen testem van. Igen, tehát, hogy az nagyon szavar, de nem teszek ellene semmit. Igen. Már csak dacból sem, hiszen én értelmiségi vagyok, mert egy értelmiségnek minek? Lehet kövér. Igen. Inkább issunk ki még egy sört. Igen. Na mindegy, azt muszáj volt, ezt gondoltam. Már a hellenisztikus kultúrában ennek voltak, hogy is mondjam, csak cáfolatai. Az éptesben épp lélek. Igen, annak tudtam keresni. Tudtam, hogy örülni fogsz. Nagyon-nagyon mókás volt. Na és akkor későn is feküdtem le, ráadásul is mondom, hánykolottál? Úristen, meg összeálmodtam mindent, mindenkivel találkoztam álmomban, akivel az utóbbi 20 évben nem, vagy nagyon sokat, vagy mindenkiben nem. Mindig, ha az ember telezabálja magát, akkor azután az ilyen nagyon fura, nagyon egy erős. Egy idő után megszokod. Nem? Igen? Ja, ez így csak, aki nem szokta meg, tudod? Tehát, hogy nem akarom megszokni. Megeszel, akkor perc. Meg hát a kölestől te sem aludnál, jó? Nem. Ugye? Attól nem. Látod? Más kell lenni. Én bulgurt tettem tegnap. Megcsináltam, Miki? Bulgurt? Mondták, hogy tegyek bele. Nagyon megduzzad. Nem mondom, egy pohára jó lesz. 4 kiló bulgur lett belőle. Fölszívott egy 8-85 liter vizet. Fölszívott, úgyhogy a gyereknek ízlett. Úgyhogy az jó és kezek. Ízleni fog ma is, hiszen sok van belőle. Még azt nem tudja, hogy egy hétig ezt fog elni. Jó kezek, csak hát mondjuk nem magaságban, hogy mi fogyasztjuk meg mennyiségben. Úgyhogy ez van. Úgyhogy reggel kitántorogtam konkrétan a busz megállóhoz, és fölestem a buszra. Igen. Nem tettünk fogadást tegnap. Nem. Eszembe jutott nekem is. Igen. Pedig egyikötök nyert volna. Igen, valószínűleg egyik. Igen. Kire tettél volna? Akire nem te. Hát nekem az tök mindegy. Tök mindegy? Azt se tudom, kik játszott. Akkor megint behúztam volna. Igen? Igen, mert a franciákat tettem volna meg. Ez nem szép. De a francia Nigéria az egy... Figyelj! Hát nem tudom. Kiegyenlített volt a 70. percig. Persze, itt ezek már egyenes kérdések. Itt már nincsen az, hogy ki az erősebb. Mindenki oda jutott. Az eddigi 3 meccsünkre is azt mondta mindenki, hogy milyen kiegyenlített. Azt mégis mindenki azt mondta, akivel tegnap találkoztam, hogy mekkora hülye vagyok. Hát figyelj, most hogy egy francia Nigéria ott, vagy néztem az első fél, de 60. percig döntetlen volt. Tehát, hogy azért utána elfáradtak. Figyelj, a Németország, az... Hát az jó, az kicsit esélyesebbek voltak. Uh-huh. Na mindegy, majd ma.
Jó, ma mi lesz? Majd belgiumusa, hát ott aztán mondd meg, ki az esélyes. Mert Argentina Svájcán nem mondom, hogy tegyél a svájciakra. De egy belgiumusánál azért megtehetjük tétjénket, mert fogalmam nincs. Hát a belgák úgy mondom, meglepetés csapatai a VB-nek, az amerikaiak meg évről évre egyre jobbak, ők is hozzák már. Na, azért ez eléggé kiegyenlített. Most azért ti tegnap leveleztetek, tudod? Erről nem. Erről nem. Fociról nem. Csak kortárs újságíró. Nem. Igen, kortárs újságíró, hát. Hát szóval... Igen. Potyautas. Argentína, Svájc, hát erre... Ezt adjuk. Azt ne, mert ott egyetem az argentin esély. Na, belgiumusát majd tegyünk meg, jó? 15 mínuszban vagy, és akkor nézzük meg, hogy le tudod dolgozni. Gondolkozom nagyon, hogy kire tennék ott ebben a meccsben is, akkor valamit kitalálunk. Okay, jó, most én vezetek, úgyhogy most nekem kell felajánlanom, hogy akit te választasz. Aha. Akit te választasz. Segítsetek, hallgatók! Hát mert mindenki mindent fog írni. Igen. Kiegyenlített szerintem, igen, ezt nem lehet tudni, ez nem egy argentina Svájc. Tudod, hogy egy semmi személyes, ez csak a pénzről szól, Balázs a vasbank. Tudom. Tisztán pénz keresett. Nekem ez tisztán meló, semmi más. És bejövök és melózom. Semmi élvezet, mi? Igen. Felújítják a hármas metrót végre? Hát ráfér. Na, úgy néz ki, hogy, hogy is. Meg a zöld lámpa meg van legalábbis. Hát, majd persze. 2036-ban? Valamikor. Hát vázolt a Vitéz úr. Ezt tegnap előtt, és akkor majd így lesz belőle valami. De hát így stakanak múzeum szigetet a Városligetben, állítólag úgy, hogy növelik a zöld területet, tehát a zöld területből nem fognak elvenni. Persze a bizék, a zuglóiak azért már jelezték, hogy ők annyira nem örülnek ennek, de hát ezt meg is értem. Nem, meg nem csak zugló, azt szerintem a Városliget az egész város szíve. Persze, tehát csak én konkrétan a zuglóiakról tudom, hogy ők tüntettek. Ja, de lehet, hogy úgy növelik a zöld területet, hogy a zuglóiakat kiköltöztetik. Egyébként még az is előfordul. És akkor már mindjárt megvan a zöld terület is, van a Múzeum szigetnek is van a helye. Így van. Tök jó. Picit van, aki félti a Vajdahunyadvárát is. Tehát, hogy ilyenkor mindig elkezdődik a találgatás, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát várja, a Vajdahunyadvára maga múzeum, ugye ott van a... Igen, de hát, ha valaki megtették, meg mit tudom én. Tehát, valamit hogy... oda is lehet tenni, ha értelek. Úgyhogy most ez, na, de ez a metró, és ezért ez jó hír mindenféleképpen. Nem? Az. Hát, hogyha is amennyiben ez meg lesz, akkor ez jó lesz. Szerelvényt is újítanak hozzá? Mert hogy azzal is van baj. Vagy ez most csak maga a... Nem, ez szerintem a cső. Nem, hát akkor úgy szerintem tudsz. Szerintem annak úgy van értelme, hogy ezeket a 30-40 éves vackokat is akkor vagy lecserélik, vagy újat hoznak, vagy felújítják legalábbis őket, szeretnek bele valami, szerelnek be valami, nem tudom mit. Egy önoltó készüléket. Önoltó készüléket, ez igen. Ez egy 1,8-as, 1,8 milliárdos projekt lesz. Ez szép. És gondolom, hogy érinteni fogja azért így a fővárosnak a felét. Most a megközlekedik. 1 millió ember utazik rajta, nagyon hát az sok, nagyon komoly. Az nagyon komoly. És akkor addig buszozunk fönt, valószínűleg gondolom, hogy repes a sziget. Most én azt megcsinálom, ugye beszéltünk róla múlt héten, hogy az egyes villamost felújították, befúrtak a föld alattiba, tudod, egyszer csak beesett. Igen, hát benéztek oda, hát na. A zsiványok most fölfúrnak. Tehát valahol most a hármas metró alagútjából tessék fölfúrni. Hát nem lehet, hogy az egyes villamos föld alatti metró, ez így összeérjen teljesen, és akkor... Nagy vagy. Bemegy, sárga jön ki, kék megy le. És közben váltja a és közben színváltós. Lement a kék, följött a kis sárga. Van ilyen egyébként. Sárga, följött a nagy sárga. Amit mondasz egyébként, nagyon sok nagyvárosban működik úgy, hogy gyakorlatilag az a vasút, ami bejön a városba, vidékről, a perifériáról, vagy az agglomerizációból, az szépen tovább megy metro formájában. Hát tulajdonképpen hogy ez van, ahol ez működik. Hát az Őrsnél, Pillangó utcánál, milyen kis följön egy megállóra. Ez igaz. Ugye? Ez igaz. Csak a Pillangónál jön föl. Csak aztán erőteljesen fék ez az Őrsnél, és ott is maradt. Jó, az tervezték, azt tovább csak menne. Egyébként mehetne tovább is. Hát az terv volt. Az volt a terv, hogy az megy ott kifelé. Úgyhogy nekünk is van ilyenünk, nem kell más világvárosokkal példálózni, János. Egy megállós, de van ilyenünk. Bocsánat. Igen. Mi van ezzel a parkolással? Ma már figyelnem kell? Új szám van. Ez izgalmas lesz, de végre egyesítik a dolgot. Nem kell mindig... Ez azt hiszem, hogy csak nekem nem kell soha elmennem majd már a táblához? Vagy ugyanúgy meg kell néznem a körzetet, csak a 810 változik? Igen, az első három számot felejtsd el, ami egyébként egy egyszerűen megjegyezhető szám volt, a 810, tehát ugye a hívószám az mindenkinek amilyen. Az mindig ugyanaz volt, igen. Tartozik 06-30-70-20, és akkor bejutottad a 810, és utána volt még egy négyjegyű szám, amit le kellett lesni az automatáról. Na most mi lesz? Ez nem változik. Csak a 810 marad? Nem. A 810 változik? A 810 változik még a egy másik három jegyű számra. Hogy utálom mindig ezt a kiszállok a kocsiból, és elsétálok, és keresek egy ilyen
parkolós valamit, és akkor ha nem találom, akkor 2 utcát megyek, 3 utcát megyek, 8 utcát megyek. Vagy ha találsz esetleg, akkor nem jó. Nem, a számleolvasást mondom, csak én mindig mobilról parkolok. Úgy utálom megkeresni a számot, ugye, mert valamikor nincs ott. Na most nem találom. 763 lesz. 763. Valaki nekem elmondja, hogy a 810 miért volt rosszabb, mint a 763, azt én nagyon megköszönném. Én számisztikailag például visszalépésnek érzem. Hát a 6 kezdődik. Ugye, 7-ese kezdődik, de a 6 meg a 3 az ugye felezi, azt ott még értem, de hogy a 8-10-en mi volt a baj, azt nem tudom, mert én kaptam, tegnap parkoltam, és kaptam egy ilyet, hogy kedves ügyfelünk, új közterületi mobilparkolás, bla bla bla, és a 763 lesz benne, de azt nem mondják, hogy miért. Hogy miért kellett a 8-10-et megváltoztatni, amit évek óta megszokott mindenki. Hát gondolom azért, mert hogy máshova folyjon be a pénz, nem? Tehát a 8-10, az ugye automatikusan a szolgáltatók erre a 8-10-es számra utalták. Ez, mint amikor van egy 90-es számod, mit tudom én, csak most a 763, hogy elválasztható legyen a kettő, tudod. Tehát, hogy ami eddig bejött az övék, ami eddig bejött az az övék. Aha. Mert hogy itt ugye azért itt más hova is folyik most már a pénz. De most például azt, hogy szigorú... a pályamatricát mivel veszed? Én SMS-ben veszem. Nem veszed? Na. De hát telefonon. De veszem. Az 8-100-100, tehát annak is 8-10 az eleje. Igen. Az megváltozik? Nem, semmi köze hozzá. Tehát a 8-10, ott marad a 8-10, ott marad. Igen, itt meg nem lesz 8-10. Igen. Az autópályamatricának semmi köze hozzá. Nem, én azt hittem, hogy úgy egyesítik, hogy mivel egy helyre megy, aha, és ugye nem az önkormányzatok kapják, így nem kell az utolsó 4 számot sem megkeresni. Aha. Mert ugye itt az a játék, hogy ami megkeresed, addig megbüntetnek. Még mindig kolbászolok, megyek, mert elfelejtettem azt az alkalmazást letölteni, ugye megmondja, hogy melyik körzetben vagy. És tegnap is ott parkoltam. De most azt mondják, hogy fizessünk inkább apróval néhány napig, amíg nem lesz átállás a rendszernek. Kerülmentes. Jó ide, jó. Elég sokat megyek a városról, úgyhogy lehet, hogy inkább aprózom most. Ha már sokat mész a városban, Feri, te meg aztán pláne. Tegnap láttam 2 bubit, de használatban. Most akkor ez még mindig a tesztüzem volt? Mert hogy próba bubi van. Igaz? Még. Mert tegnap láttam 2. Kettő, azaz 2 darabot. Most már lassan elindulott, szoftverhiba volt. Uh-huh. Hát elég sokáig. Igen, elég sokáig ott már kötbér problémák, meg mindenféle dolog felmerült, igen. Sőt, már néhány rossz. Lassan vége a szezonnak. Próba bubi, a szoftver. Azért zöldülnek, mert sok bennük a réz. A szoftver az nem bírja, sokszor megadja magát, ugyanis sok mindent egyesítettek, ami más városokban külön-külön van. Na most ezt itt belerakták egy szoftverbe, és ez most nem annyira megy. Én már azért kipróbálnám. Ugye elég régen megvillantottuk ezt a dolgot itt a műsorban, úgyhogy meg már lassan tényleg így a városkép részévé válnak ezek a bubis kis szigetecskék. És de... az ősz lassan télbe csavarodik. Ja, így van. Így van. Szerintem ilyen novemberig ott van. Egy novemberig ott van, úgyhogy addig nyugodtan használtuk. De tegnap itt láttam oda a Hungarian 2-t. Télen nincs kint? Szerintem ezeket beszepik télen, aha, nem? Mert a bubi nem csak azért van, hogy a turiszt bubizzon, hanem azt mondod, hogy ugye az egy alternatív módszer, hogy te közlekedsz vele. És akkor nem kell védened a bringádat, vagy nincs pénz a család bringára, veszel egy éves bérletet, és te azzal jársz Akkor lehet, hogy kint hagyják. Akkor nem biztos, hogy beszélik. Nem biztos, hogy egyébként tényleg így a hóesés, meg a havas eső, meg nem tudom mi az jót tesz majd neki. Nem cserélt le a szánkókra erre az időszakra? Csak akkor húzzuk egymást, vagy hogy lesz. Ha te mész bringával, én meg húzlak. Ja, hát azért. De ha ő megy bringával, akkor ő húz téged. Akkor én megfülök meg. Nagyon jó. Az egyébként nem egy rossz megoldás. Csak már működne. Igen. Hát várunk még rá. Tesztüzemben. Hát de van saját bringát, hát miért nem mész azzal? Miért de így van, így városban. Tehát amikor mit tudom, én tényleg az van, hogy mondjuk át kéne szállnom valahol, meg nincs kedvem igazából metrózni, mert egyrészt fent sokkal szebb, másrészt jobb a levegő, meg jobb az idő. Azt szerintem, hogy miért ilyen drága? Akkor hát... A második legdrágább az európai városok között ez a bérbringa rendszer. Azért az nagyon komoly. Tehát jóval olcsóbb mindenhol. Talán egy helyen, de most nem tudom melyik az a város, vagy talán vagy London, vagy Párizs, ahol drágább. Egyébként a második helyen alapvetően állunk. Szerintem azért tényleg az a turistákra építik ezt az egészet, meg, mert jó, hogyha az emberek tényleg, ahogy te is mondtad, hogy akarnának biciklizni, akkor biciklizhetnének. Most voltunk ugye legutóbb Szegeden, és én megmondom őszintén, hogy ennyi kerékpárost még egyetlen magyar városban se láttam, mint amennyit Szegeden. Az a város az a kerékpárosok városa. Mondjuk van is bringaút mindenhol, legalábbis én úgy láttam. És rengeteg kerékpáros láttam, de tényleg irgalmatlan sokan. Hát kisebbek a távolságok, gondolom azért is. De tökre működik. Hát nincs nagy hegy Szegeden. Nincs nagy hegy, még nem kell talán olyan nagyon sokat tekerni. Nincs elni bringával, hanem 28 km alakni ki. Jó, az más, te kint laksz, de aki a városban lakik. Szerintem nagyon jó bringázni. Én lakom a 13. kerületben, mondjuk én még a Hungárián kívül lakom, az én nem a belváros. Tehát
lakom. Hát nem. A Hungárián kívül lakom. Tehát az nem mondhatod, hogy a belváros. Hát nem, de például, nekem... ahol te laksz, onnan egy nyugati, az 13 perc bringe van. Pontosan, de hogyha bárhova jövök, ide például fél óra mondjuk, tehát hogy ha... Jó, ha... hát persze, Székesférrel, 2, Pécs, 4. Így van. De most ezzel azt mondom, hogyha valaki például reggel 8-kor mondjuk a, onnan, ahol én lakom, eljön idáig, az 1 órát autózik. Ehelyett fölülne a bringára, és fél óra alatt mondjuk itt van. Érted? Egy Hungáriát, 13-at letekersz fél óra arra? Persze. Igen? Az jó. Nem egy nagy az jó. Hát én amikor bejártunk a Danubiushoz, akkor egy óra alatt tekertem be. Na jó, de neked az 20 kilométer volt legalább. Hát, picit. Mi van most nekem? Miért nem bringázol már? Az a baj, hogy állandóan benn van dolgom a városba, és itt nem lehet lezuhanyozni. Tehát, hogy engem ez rohadtul ideg, és hát ti is tudjátok, látjátok, szakad rólam a víz állandóan. Én nem akarok itt 4 órán keresztül büdösödni. Most ezt nagyon komolyan mondom. Akármilyen meglepően is hangzik az én számból. Igen, mert reggel, hogy ha be akarsz élni. Én mondanám, nem is értem. Hát, ezzel a zavar? Régen, mert nem zavar. Másokat egy zavar eléggé, de hát téged most lenne, ha nem sport teljesítménynek vennéd a reggeli bringázat, csak itt szépen bebringáznál, ahol nem izzadsz le. Na? Hát, de mi nincs itt egy zuhany? Nincs. Most nem sportolunk. Nincs. Kicsit estem, most nem sportolunk, ne izzadjál. Mi? Hát érted, valami ne, kényelmes. Ez most lejtő, nem emelkedő, fog fel úgy. Állj bele a fajanszba. Mik ezek a verítékcseppek? Húzd le a vizet. Az a baj, hogy nincsen túlságosan megerősítve. Most azt meg lehet csinálni, hogy mit tudom én kedven, hogy mit tudom én, az kedve van, de mondjuk még akár kis szaladhatunk egy barkácsáruházba, vagy 2-3 tiplivel ott megerősítem, és akkor bele tudok állni. Ha bekötnek neked egy vizet, akkor egy ilyen mobil, bele tudok ülni. Mobil kabint kell csinálni, és akkor egy vizet kell bekötni hozzá, gondolom van egy vízkiállás valahol, amire rá lehet kötni. Nem? Egyébként igen. Hogy az egyik budit megcsinálják. Akkor csak alá legyen tekerve egy ilyen slag, és akkor mindig így kidobom az ablakon, a budinak az ablakán, és akkor itt leveretem magam az udvaron. Hát na. Az például tök jó. Vagy fogunk egy ilyen olajos hordót, kicsit átöblítjük, bele elengedjük vízzel, melegíti a nap. Én nekem nagyon nagy álmom volt mindig az, hogy legyen egy ilyen kiskerti zuhanyom fekete vas hordóval. Megkészül egy kiszuperált zuhany rózsával. Hátra biztos örülnének egyébként, de igaz? Nem akarsz, nem vársz el sokat van, az élettől. Ez azért van, mert ezeket az álmokat sokkal könnyebb elérni. Érted? Hát próbálok meg reálisan gondolkodni. Érted? Na de még nincs. Minek gondolkodjak másban, érted? Ez igaz. Minek álmodjál túl nagyot? Saját apartmanban, bizén, mint a kopangán. Érted? Ne. Nekem egy vashordó kell ide, de a metálatban biztos örülnének is neki, hogyha időnként itt zuhanyozgatnak. Beállnál egy kis klotgatyárba, zuhanyoznál egyet. Így van, vagy anélkül. Hát ez nem jó, hogy egy zuhanyhiány miatt nem tudsz hódolni a kedvenc sportodnak, hát kilométer lenne már lábadba, nem? De tekersz, visszatekersz. Nem, a kedvenc sportom a mászás, de mondjuk így Lőrincről ideig bemászni, azért érted így. azért érted. Hát biztos, hogy házról-házra át kell ugrabugrálni. Igen. Na jó van, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Én játszottam. Behúzta tegnap, igen. Igen. 1-0. Gyönyörűen indítottuk a hetet, ti jöttek. Igen, Anna írt egy statisztikát, hogy most azért a heti összesítésben szépen meg is léptünk. Most már azt hiszem, talán dupláztunk. Uh-huh. Tehát 6-12-t mi most újra nagyon megyünk. Jó, na nézzük akkor, jó, hogy kik azok, akik játszani szeretnének, jöhetek az SMS-ek, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, trafi az M1-esen a 87-es kilométernél, Papa Maci írta, valamint Andor, micsoda? Andornak táján mérik a sebességet, Ákos, köszi szépen. Az SMS-ni pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ne! Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello. Andris vagyok. Hello, Andris! Andris, honnan hívsz minket? Pertillan a Füzes Abonyról. Füzes Abony? Mit csinálsz? Szállítok kis tojást. Tényleg? Mindenhova az országba, bizony. De milyen tojást? Hú, ha milyen tojást, egész tojást. Tojást. Van arra igény. Igen. Egy kinder tojást. Az rendes tojás, port, tojáslevet, minden. Minden, ami tojásból van. A nagy országos tojásszállítás kaptuk akkor el. Uh-huh. Abszolút. Jól van, Andris, kivel szeretné játszani? Hát, ha már így kérdezed, akkor pont veled. Oh. Gondoltam. Igen? Játszunk egyet, úgy érzed? Úgy.
Jól van. Ugye egy óra megyünk, Feri megnyitott a hetet, Albert is egy Szilvivel játszik, Szilvi kimondta az igent, és 25 hétből 15 hetet hoztunk, két hét volt döntetlen, és 8 hetet nyertek a hallgatók, úgyhogy egy picit most megléptünk, egy picit elléptünk. Na de te most majd. Majd rontok a statisztikán, igen. Na jól van, Jani. 3-2 van, fejő! Na figyelek. No, hát igazából pont ezért hívtalak, hétvégén nyomkodtam a tévét. És? Mit néztél? És ezen a retro csatornán úgy láttam, mintha te lettél volna a háttérben, mint tapsoló a Rózsa Gyurinál. Azt te küldted azt az e-mailt? Nem. Köszi! Júj, de jó vagy! Júj, de okos! Igen, hisz őszintének tűnt az érdeklődés. Figyelj, én ezt a képet megkaptam, mindjárt megmutatom a srácoknak. Az tényleg én vagyok. És de nem emlékszem, hogy voltál, nem, vagy nem voltál? Voltam, emlékszem egyébként, voltam. Egy hallgató kifotózta az M3-ról, hogy ott ülök a Rózsa Gyuri mellett 13 évesen, és itt van a kép. Ezt te is láttad? Pont, tehát, hogy igazából csak ilyen pont nyomkodás közben sikerült így rátévedni. Igen. Azt hittem, hogy te küldted az e-mailt, mert egy hallgató el is küldte azt az e-mailt. Isten, mindent értek. Mindent értek. Na majd, ha meglátod a képet, mert mindjárt föltesszük a Facebookra is. Gyönyörű. Hosszú hajjal, nagyon szép. De mi, ennyi időd van, M3-at nézel? Hát ehhez rövid az ember élete, nem? Véletlen volt. Azt hittem, hogy így letelepedsz hétvégén a tévé elé, és így órákon keresztül nézed az M3-at. De hát a csatorna kiosztás hibája maximum. Ja. Na jól van, hát ez nem volt egy hosszú játék, Andis. Nem, sajnos pedig gondoltam, hogy... Nem volt. Nem volt időm kibontakozni se nagyon, csak egyet kérdeztem, és azonnal kimondtad. Jó. Igen. Jó játék volt azért. Ez így van. Nincs ajándékcsoma. Köszi a játékot. Köszi. Hello. Hello, András. Ciao. Hello. Gyerekek, több hallgató nézte hétvégén az M3-at. És valaki kifotózta, észrevette ugyanazt, amit András, hogy 13 évesen, vagy 12 évesen, ott ülök a Rózsa Gyuri mögött. Én tudtam, hogy így szerítettek? Nem, hogy szerintem te? Hogy is. Hát én tudtam, hogy előbb-utóbb kiesik egy csontváz a szekrényből, és kiderül, hogy valójában nem az E-plusszal kezdődött minden. Te hazug disznó. Már a Rózsának a stábja volt a televíziózás hőskorában. Figyelj, hét után megmutatom a fotót, rájöttem, hogy féltékenység van a szememben. Igen? Hogy ott eldöntöttem, hogy na jó, le az idősekkel. Jobb leszek, majd ezt most én. Majd ezt most én megmutatom. De miért kicsit az egészet. Kicsit durcásan nézem őt, kicsit irigykedve. Azért sem lelkesedek érte. Majd meglátod azt a farmert, meg azt a cinget, meg azt a haját. És hosszú hajad van. Na, nem hiszed el, hogy néz. Nem hiszed el. És elküldte ez a hallgató. Írta e-mailben, hogy kifotózta gyorsan, előkapta a telefonját, és ráfotózott a tévére. De akkor ezt többen látják, mert nem utasd meg majd csak hét után. Ezt nem hiszed el. Nem, aztán gondolkoztam, és úgy emlékszem, mintha egyszer tényleg lettünk volna, még talán egy leg-leg-leg forgatáson, valahol kint a Kunigundán, ilyen osztály kirándulással, vagy ilyen, tehát így beszerveztek tapsolóra, és ott kellett tapsolni, be egy Gyuri bácsi elmondta, hogy mi a jongat ültem, és tapsol. Én nekem, tehát ki lesz a leg-leg-leg? Meglátod a képet, megőrülsz. Jó, várom. Besírsz rajta olyan, tehát azt nem hiszed el. Na jól van, oké, elmegyünk egy picit megint hírezni. Jó, gyorsan mondom, hogy közben van egy trafi az M1-esen a 86-os kilométernél, ahogy mondtam az előbb, a Pest felől érkezőkre lőnek, ezt Margesz küldte nekünk, és az M1-esen a komáromi felüljáróról mérik a Győr felé haladókat. Tehát mindkét irányban az M1-esen van egy fotó. Jó, mindenki figyeljen, 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, amúgy 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Mindjárt mutatom, gyönyörű. Enyingen most állítják a három lábút, ebben a pillanatban jött, aztán M0-as 61-es kilométer, M5-ös Pest felé 8 napja lezárva a külső sáv, de a hivatalos indoklás, az aszfaltozás csak kamú, 8 nap alatt semmilyen munka nem történt. Felmérés folyik. Megnézik. Felmérik. Átgondolják, megszerkeztik. Így van, melegítik az aszfaltot. Visszamennek, majd csinálnak valamit. M1-es 86-os kilométer Pest felül érkezőkre lőnek nagy erővel, Margesz küldte nekünk. Pesten a Magyaródi Róna utca sarkán helyszínelnek a rendőrök, nem működnek a lámpák, ezt Ildi üzeni, és nagyjából tulajdonképpen ezek a legfrissebbek. A Lágymányosi hídon jöttél? Hát Rákóczi jöttem, megy ugye a felújítás. Bizony. Kérlek, szépen érzel, rakják le a villamos sineket, és a villamos sinekhez közeleső sáv fele lezárásra került.
nem tudom, észrevette-e, nagyon okosan ilyen kis műanyag oszlop van letéve, rajta két fa darab, ugye két ilyen léc. Igen. Ebből rakták ki a kordon, na most az éjszakai szél erősen megtépázta. Finoman feldöntött őket. És ki van dőlve az út közepére, hát gyakorlatilag nem tudom, 15 ilyen oszlop a léccel együtt. Hogy ott nincs egy ember, aki azt úgy visszarakja? Nem, nincs, mert alszanak. Ja, jó, van, csak kérdeztem. Egész éjjel dolgoztak, jó? Kérdeztem. Azokat kerülgettem ma reggel. Ugye? Az ugyanez, én is kerültem át. Két egyébként is szűk sáv van, de az egyiknek a fele az tele van ezekkel. Ha valaki eldöltek. Arra jár, igen. Akkor tegye már vissza. Ha másik van befeledül, akkor nem zavar. Ha kifeledül a külső sávba, akkor viszont átmész rajta. Vagy kerülgeted, akkor meg összetöröd magad a korláton. Hát ezek a napi akadályok itt Pesten, hogy egy kicsit így flottabb. Mire beérsz, fölébredsz, van egy kis adrenalin, érted? Van egy kis veszekedés a másik autóssal. Hát enélkül már csak úgy simán begyere, hát az nehogy már. Nehogy már legyen egy ember, aki mondjuk oda menni, és akkor az összeset felállítaná. És mondjuk részben ez a dolga. Igen. Hasonló van a Hungárián is egyébként, ugyanezek a felállított dolgok. Jó, nézzük a jó oldalát, szép lesz, átjön az egyes villamos majd, és Budán indul, Budán végződik, nem? Ennek kicsit mindig örülök, amikor így valami így elindul. És ott leszel az első utasok között. És megyek vagy majd. Csak metró? Mentem a metrón is, amikor mentem az új nulláson, megyek az egyesen, és ha átjön a híd, mi tudod? Ahol valamit átadnak, ennyi, Bali megjelenik, átvágja a szalagot, és utazik. Így van. Ha kell egyesen, ha kell a nulláson, ha kell a metrón. Igen, igen. Ja, gyerekek, nem megy ez az Uber nekem egyelőre. Nem? Nem, képzétek el, hogy egyelőre nincs nagyon fuvar. De megmondom azt is, hogy miért, mert kicsit még bizonytalan vagyok, ugyanis elkérte a kártyám adatait. Igen, és egy kicsit leállt a regisztrálásom, most egy kicsit emésztem a dolgot, megvárom, amíg néhányan belevágnak. Hogy a nagy lóvét tudják hova utalni. Nem mertem megadni. Puha voltam, nem mertem megadni, és itt befagyott az uberezésem. Úgyhogy egyelőre nem vagyok még sofőrként megtalálható az utakon, mert elkérték a háromjegyű hátsó számot, meg a 16 vagy 14, vagy nem tudom hány jegyű első számot, ugye. 4-4-16, ugye, azt is elkérték, és így mondtam, hogy nem. Ezt most valahogy nem. Egyelőre nem bízom még ebben az Uberben. Legyél zsivány, nyiss egy másik kártyát. Ahhoz viszont lusta vagyok. Tehát ahhoz, hogy én csináljak egy másik dombornyomott kártyát, azon ne legyen túl nagy összeg, megcsináltatni, bemenni, nem, úgyhogy még vajudom. Úgyhogy egyelőre az uberozásom egy picit még leálló. Milliók akartak veled uberezni. Milliók akartak veled menni. Továbbra is fenntartom, hogyha lesz elég bátorságom, vagy valaki már megírja, hogy megadta és nincs gond, akkor megcsinálom. Csak egyelőre még nem. A Bali taxi egy ilyen apróságon múlik, nem már? Na most gondolod, hogy nem adnak egy kártyádat. Adnál oda dombonyomat kártyádat. Persze, nagyon szívesen. Még valami szuper shopodat, van annyi pont rajta, hogy most mival elmennek egy milliót? Nem hiszem egyébként, hogy ekkora cél már ezt nem csinálja meg, de hát akkor is. Mondjuk akkor tönkretesszük őket. Ennyi. Hogy nem tudom, de akkor tönkretesszük őket. Akkor vége az Ubernek? Akkor kinyírjuk az Ubert. Most te megadnád? Hát ennek a cégnek, hogy is mondjam, csak nem is tudom. Ugye? Hát nem. Ugye, hogy veszélyes? Nem. Nyilván kell, mert hogy arról vonják, oda utalnak, tehát hogy az jó, ha van. Meg az alapján is visszaellenőrizhető vagy. Móni adatait szoktam megadni általában. Az jó. Minden. Hát, úgy néz ki egyébként a levelező rendszere, mint egy ilyen szemetes lát, komolyan. Tehát, hogy mindenkitől, mindenhova az ő e-mail címével, meg az ő adataival regisztrálok be, meg az ő telefonszámát adom meg. Most valamelyik nap kaptam ajándékba egy nagyon kedves szolgáltatótól egy ilyen pontgyűjtő kártyát, mert hogy látták a rendszeren belül, hogy én még nem vagyok bent. Tehát aztán, de igen, csak nem az én nevemmel. Ha? Ja, mert Mónia van. Figyelj, nem szeretem, hogyha küldözgetnek mindenféle hírleveleket, meg ilyen. Érted, kapja Móni. Ha már utalvány meg pontgyűjtő rendszer, hétvégén mulattam egy kicsit a pesti éjszakában. Bejártuk a pesti éjszakát. És van felesre, meg van már pontgyűjtés. Sokat fogyasztottunk, tessék? Felesre van pontgyűjtés, vagy mi? Nem, oda jött hozzám egy srác, hogy adjak át egy ajándékot a Janinak. És mondom, hát nem voltam már azért annyira józan, nem is nagyon emlékszem, miről beszélgettünk. Hát, de csak mi ez arra, jössz? És mondom, add ide, persze, mondom, ajándékot, hogy ne, így, persze, mert figyelj, hallgatja a műsort, és nagyon-nagyon kedvel minket, és legyeksz is átadni azt a kis ajándékot, és úgy vártam, hogy elővesz, hogy becsomagolt valamit, és mondta, hogy ha ismer téged, hallgatja, és tudja, hogy ennek... És megölelt? Nem, tudja, hogy ennek nagyon fogsz örülni. Elővett valami papír fecnit a kezéből, amiből így le lehet tépni egyet. De még mindig nem láttam, hogy mi az. Mondom, éppen egy nagy bakáris porrat szorongattam fél literest, két deci rummal. Hát biztos, ami biztos. És nagyon helyes mondaná, nem szeretem is, hogy letépett egy 300 forintos Erzsébet. És ezt elküldte? De láttam rajta, hogy... Tessék? Hol van? Hát ez a baj, hogy nem abban a gatyámban jöttem.
És még szombaton is eszembe volt, hogy nehogy elfelejtsem neked átadni, mert milyen szép hétfő reggel az, hogy megérkezem, hogy Jani, bulisztam egy kicsit, egy hallgatónk, aki nagyon szeret, küldött neked egy olyan még, egy 300 forintos Erzsébet utalvány, de a másik atyám jöttem, úgyhogy neki, ne felejtsd el, hogy jövök neked 300 forintos Erzsébet utalvány, mert tudta, hogy ennek örülni fogsz, és mondom, figyelj ide, azt hiszed, hogy most ez víz, vagy valami, de tudom, hogy örülni fog, és mondta, hogy nem, ő ezt komolyan küldi neked, mert szeretne neked örömet szerezni. És elküldött egy 300 forintot. Kezemben nem volt soha, de... 300 forintot, de most lesz. Erzsébet utalvány. Akart előtte adni valami más, akkor már nem emlékszem, hogy nem, ezt nem visszatette, elővett és odatta. Azt tudom, hogy az szinte mindenre jó már. Igen. És amikor így a gosduban ott valaki 3-4-3, hogy kezedben nyom egy 300 forintos Erzsébet utalványt, hogy add át a Janinak, mondom. Drága barátom, nagy örömet szereztél. Mire fogod költeni? Mit csinálsz? Nem tudom, hogy osztott szét. Valamelyik hizén, itt tudom én, valami torkos csütörtök, vagy valami. Lesz még szülinapod? Lesz még szülinapod? Ne, tedd el. Ne, van, nem, csak küldeni akarok én is valamit. Tehát, hogyha abban lesz valamit, van biztos valami megkezdetlen otthon, egy ilyen bontömböm, vagy én nem tudom, micsoda, én is küldök neki ugyanebben az értékben valamit. Jó, de nem találom meg, hogy nem emlékszem már, hogy se az, hogy ki volt, se az, hogy hogy nézett ki, se az, hogy hogy hívták, semmire nem emlékszem. Sajnos elkezdtem úgy berúgni, hogy elkezdtem felejteni. Most már egy-két éve be tudok úgy rúgni, hogy reggel nem emlékszem mi. Néhány dolog. Szépen alakulok. Várj, ez az Erzsébet utalvány sztori, ez azért jó, mert ez pont 2 hete jártak le, azt hiszem, vagy 3. Igen. Az Erzsébet utalvány, és szerintem új még nincs. Nem fogadtam volna. Aha. Sőt, számon kértem volna, hogy ilyen ajándékot viszont ne küldjen a Janina. Az biztos, hogy most volt egy nagy kampány is volt róla, hogy május vagy június közepén lejárnak. És vége? Kész? Hát és majd adnak újat, de szerintem az még nincs. Azért osztogatta ilyen nagy lelkű? Aha, akkor te nagyon kedves tőle. Ez holnap már bekereteztetem, mint a múlt egy emlékét. Én behozom holnap, ha megtalálom azt a nadrágomat, amiben voltam. De még péntek úgy mentél haza, hogy már nem volt rajta? Mesztelenül szálltam ki a taxiból, arra emlékszem, 4-6-kor. És a taxis még a papódra vett, hogy egyet. Egy piros pöttyös nyakkendővel a nyakamba. Ha ez a vége, Balázs, máskor se hoz pénzt magaddal. Nagyon tetszett, leszek az állandó sofőröd, mondta a taxis. Nem, úgyhogy megtalálom és elhozom neked, mert ezt én a lelkemre vettem, és én ezt tudom, hogy ha valamit nektek küldenek, én azt mindig hétfőn átadom, úgyhogy... Úgyhogy ez volt. Hát kaptam én már itt mindent. Na, hát de látod, hát hallgatnak, szeretnek. Stoppoló fát. Most már van Erzsébet utalvány is. Kaptam múltkor ugye egy ilyen pontgyűjtő akciónak a kis pontjait, amiket be lehetett ragasztani. De már lejártam. Na, megmutatom nektek, milyen képet küldött az egyik hallgató. Én, mert hogy imádom őket tényleg, hogy olyan dolgokat vesznek észre, meg olyan dolgokra figyelnek föl, ami szinte lehetetlen. Ugye van egy M3 nevezetű csatorna, és... ott mennek ugye mindenféle ilyen retroadások, és a retroadásban valaki észrevette egy hallgatónk, és írt egy e-mailt is. És mondom az e-mail szövegét, mert hogy nagyon-nagyon kedves volt, figyelj. Kedves Balázs, hogy lehet ennyire? Várjál, csak megkeresem. Ugye ez nem te vagy, mondd, hogy nem. Tessék? Egész eddigi munkásságodat felülírja ez a kép. Azt írta, hogy nézte az M3-at távirányított ragadót, és gyorsan csinált egy fotót, mert hogy észrevett valamit ott. És ezt megmutatom nektek. Én a Facebookon fönt van a fotó, ugye mindjárt megnyitja. Ott. Ó, gyerekem! Atya úristen, de kellemet. Rendesen nyisd meg ki az ablakot rendesre. Ennél nagyobban nem tesz, itt van. Mi volt annak a szörnyű válbetegségnek a neve, ami miatt a bal vállad gyakorlatilag akkorára nőtt, mint a növény Norbert. A fotó látszik Rózsa György. Gyönyörű nyakkendőben, de nagyon dizájnos ingben, ahhoz képest ez milyen régi ez a fotó, egészen jóvágású galléru ingben egyébként, minden nagyon szép, talán a zakó is két gombos, tehát nagyon szép nyakkendő, jó, a szokásos mosolyával, és a háttérben pedig feltűnök én 12 évesen, meglehetősen durcás helye, hosszú függöny hajjal. Hát a Kázió az nem hétzenés, azért azon látszik. Az ingre hívnám fel. Is van. Az ingre hívnám fel a figyelmeteket. Az előre mutató. Azért az ott van. Rettenetesen durcás fejjel ülök Rózsa György mögött, egy tévé felvételen gyerekek. És erősen kell, mondjuk a kislány mögöttem már szintén oxigénhiányos állapotban van. Ő neki már felakadt a szeme. Neki már felakadt a szeme. Na?
Hát ez, figyelj, ez nagyon ott van. Ez hova nagyon ott nézel, van. Nem tudom, bele a, de, nem. Bele a kamerába. Miért voltál durcás? Mert még akkor nem volt 45-ös a karod, mint amikor a kar kell egy ilyen újba. Mert hogy egyébként ez, nem tudom, mintha apától volt, vagy örökölted. Vagy... Az inget? Aha. Mert mi hogy egyébként még másfél olyan kar belefért volna, mint a tied. Jó, egy picit bő újú volt az az ink. Itt már birkóztál? Itt már egyébként igen. Aha. Nyakig begombolva az ink, tehát szigorúan nyakig begombolva. Rózsa György mögött. Ráadásul mögé ültettek, érted? És van a szememben egy ilyen kis féltékenység, hogy nézem a mestert. Egy dac. Egy harag. Kicsit egyfajta, egyfajta lenézés. Majd én megmutatom. Egyszer nekem is lesz egy ilyen műsorom. Lebigyedő száj egy kicsit az, az üzenet, igen, hogy mit keres itt ez a bácsi. Igen. Ugye? És ott az anyai. Nagyon komoly. Tényleg. Ott, aha. Ott van. Hát, hogyha ha bizonyíték hiányozna, akkor az az anyai, ez ott van. Haj, azért egy jó fodrác azért az is el kellett volna, nem? Jó, föltesszük a Facebookra, most egy kicsit olyan dolgokról beszélünk, amit ha valaki nem lát, nem akkor élmény. Látni fogjátok, ez, én azt gondolom, hogy ez több ezer lájkot fog szülni ez a kép, és remélem minél több megosztást. Igen, mögöttetek, vagy mögöttem a kislányt azért ajánlom mindenki figyelmébe, hogy már ő sincs teljesen jó, vagy, vagy nem engedtek ki minket, és már nagyon kellett pisilnie, vagy 8 órát ültünk benne, és boxig. Kislány az kifejezésen az, hogy úristen, de fáradt, de fáradt. A kislány úgy néz ki, mint az Airplane-ben, akinek gitároznak, és kiütik a, kiütik a karjából az infúziót, amin keresztül egyébként... Ami levegőt is. Figyelj, nagyon jó. És figyelj, Rózsa György az kifejezés a standard, az ugye azért megvan az a fajta kajánság. Hát aki 30 éve ugyanaz az arca. Igen, ő mindig ilyen kaján volt. Hogy mi a fenét csináltam? Elvittek ilyen csoportos tévéfelvételre, vagy mi volt ez? Csak gyerekek vannak, ugye ugyanolyan korú gyerekek vannak mindenütt. Nem osztálytársai? Nem, megnéztem őket, ezek nem a nyolcadikos osztálytársai, mert ezeket imádom, meg név szerint tudom mindegyiket. Ez ilyen 500 és 1000 forint közötti tapsoltatás volt szerintem. De vere! Nem egy fagyiért. Szerintem simán. Akkor anyámék elküldtek? Gyerekmunka. Elküldtek gyerekmunkára, hogy menjek el. Látták valaha hirdetést az Expressben. Figyelj! Televíziós műsor felvételre keresünk közönséget. És beültettek. És beültettek. Megkaptam a kis 600 forintomat, mondjuk akkor az nagy pénz. Ugye már a játszóteret vigyük be. De hogy volt, hogy az MTV akkor iskolákból töltötte föl a közönséget a leglegre? Vagy mit csináltak akkor? Nem emlékszem. Nem emlékszem erre. Ti nem voltatok ilyen TV felvételen, vagy nektek nem kellett menni? Nem voltak ismerősök a lányok meg a srácok, nem a birkozó klubba. Edzettetek? És a kislány se kislány volt? Igen, egy bajszos kisfiú, hogy Ákosnak hívták, csak hosszú haja volt. Új kígyósra, hogy jutottunk volna el a Magyar Televízióba? Nem volt ilyen, hogy ilyen gyárlátogatás a Magyar Televízióba kellett menni? Nem voltatok ilyen tévés felvételén? Nekem valami rémlik, ahol gyufából kirakták a parlamentet, és szerintem azon ültem én ott, valahol kint a Kunigundán, és ez szerintem ott készült ez a kép. Nekünk volt egyszer egy ilyen, néztük a tévét, és ki volt írva, hogy live. De hát nyilván nem volt kiírva, de tudtuk, hogy élő felvétel folyik, és azt mondja, hogy szegény Antal Imrével volt valamilyen kívánságműsor jellegű történet. És hallod, most van a felvétel, menjünk oda, benne leszünk a tévébe. Hárman mentünk el, és utána vissza is tudtuk nézni tévéből, meg volt, aki jelezte, hogy jaj, láttalak benneteket, annyira jók voltak, nem történt semmi. Szegény Antal Imre valamit konferált fel, és mindenki körülötte a kamerában nézett és integetett. Senkit nem érdekelt, hogy mit konferált, senkit nem érdekelt a műsor, az összes ember, aki körülött állt és irgalmatlan élvezte a tévéfelvételt, az csak integetett be a kamerába, a rokonokra, meg a haveroknak. És az volt a debütálás. És az zseniális volt. Persze. Igen? Persze. És azt láttad, hogy és azt láttuk, hogy hízjelő, hogy ott van, csak a férfele állzi, ott vagyok. De mi nagyon visszafogottan ülünk. Itt ránk lett pirítva. Tehát itt nem volt integetés, meg nem volt semmi. Itt volt egy stage manager, aki gatyába rázott benneteket. A műsort nem lehet kikérni, hogy mégis mi volt, mert lehet, hogy többször magadnak is mutatnak, amikor boldog arccal ülsz, amikor vidám vagy, és együtt nevetsz Rózsa Gyurival. Hogy kacagba csapkodjuk a térnyőnket. Igen, igen. Milyen durva lenne olyan felvételek lennek, hogy ilyen horgácbottal próbáljuk megpiszkálni a fülét, és beleakad a horog. Igen. Beleakad a horog a fejébe. Nem tudom, hogy mikor látta ezt a hallgató, aki elküldte nekünk ezt az e-mailt, de nem háromtól, szerintem ki lehetne kérni a archívból, hogy még ott mi történt ebben a műsorban. Volt-e valami közönségverekedés, kivezettek-e ott egy diákot, de az a baj, hogy semmire nem emlékszem. Hát szerintem ezt el kellene menteni. Hát ez gyakorlatilag az első dokumentált televíziós fellépésed, nem? Itt kaptam fényt? Igen. Ez volt az első alkalom. Most már azon gondolkodtál. Azért egy vagyok ilyen durcás? Így van, egy picit már.
komolyabb témákkal is fogunk foglalkozni a Balázs Show-ban. Jó, nem csak ilyen rendes műsor lesz. Ha ilyen buborékot kéne rajzolni, az egyszer lesz egy saját műsorom, úgy hívják majd Balázs Show. Igen, az azt tudom, ez van. Undorító ez a popkultúra. Csak a minőség jár az eszemben. De fölkértek egy iskolát, és beültettek oda a gyerekeket 4-5 órára. Hát milyen sport, hogy sporolt az MTV? Hát olcsó volt. De aki akad szemű kislány, aki ördögüzés előtt áll, ő ismerős volt? Nem iskolatársad volt? Nem, megnéztem, nem tudom. Lehet, hogy csak én mentem egyedül egyébként. De hát nem akkor semmire. Ha sulival mentetek volna, akkor ott az egész osztály megy. Ő anyádék tettek oda be. Igen. Kész. Te nem mentél, vagy nem vittek titeket is? Ne, a pesti gyárlátogatás az MTV központjában, a Kunigunnal, vagy akkor még ugye a központi tévében nem volt ilyen? Békés Csabára nem jutottunk be a lovasszekérrel, nem Pestre. A Békés Csabai televízióban nem volt ilyen nagy? Akkor még nem volt olyan. Nem volt még semmi? Ne, hogy is nem. De ilyen az országos matek versenyen szerzett zsinórban 5. győzelmed, vagy a bajnoki címek, azok semmit? Tehát nem vittek fel a parlament? Ja, az egyfagyi. Én a parlamentbe se jutottam be, később mehettem már. Nem volt. Nekünk pesti osztálykirándulás nem volt. Salgótarjánban voltunk, ott sem volt helyi televízió, és egyszer Zánkára eljutottam, de az is az ifjúság és úttörő zenekarral volt. Voltam a parlamentben egy télapő ünnepségen. De basszus, te miért jutottál el oda? Én nem tudom. Én nem megtettem azért, hogy elég proli legyek, hogy elvigyenek, meg elég hátrányos helyzetű, de pont azon a határon megálltam. Nem tudom. Arról nem szólt, el soha. És akkor még nem is tudom, tényleg nem is Mikulás ünnepségnek mondták, hanem télapó ünnepség volt, és arról szólt, hogy bemertünk a parlamentbe, ott föl volt állítva valami fa, és arra emlékszem, hogy úgy köszöntöttek minket, hogy köszöntünk itt mindenkit, és nagyon örülünk, hogy hátrányos helyzetű gyerekek is ide eljutottak. És körbenéztek. És ott ültem, és nem értettem, de nem tudom, hogy kerültem oda. De mindig ilyen nagyon fura helyekre kerültem gyerekkoromban, és mindenkinek osztottak párnát, mert a párnára ülhetél, mert jéghíd lépcsőn meg a kövön ültél. És tudom, hogy nekem nem jutott már párna. Úristen, te és jött. Érted már, hogy miért? Nem jutott párna, és tudom, hogy egy órán keresztül ültem a nagyon hideg kövön, és rettenetesen fáztam, és nagyon irigykedve néztem azokat a gyerekeket, akik párnán ülnek. Majd kiszólítottak mindenkit, és volt ilyen, hogy bejött Jelisztratov Szergej, és azt mondta, nu gyerekek, nu gyerekek, jönni gyed már osz, remélem jól érezni magatokat mind. Elmondom, mi volt, amire emlékszem, megjött a Mikulás, kihívott random módon néhány gyereket, nem voltam közte, de nem kapott mindenki ajándékcsomagot. Tehát bendült 300 gyerek, és kapott mondjuk 15. Nem értettük, hogy mi alapján. Leadtak a Nupagagyiból két részt. Na. Nupagagyiból lement két rész, majd visszaadtad a párnát és hazamentél. Hideg kövön ültem, nem volt párnám. Biztos, hogy visszaadtad? Ja, neked is volt. Nem kaptam ajándékcsomagot, nagyon fáztam és hazamentem. Mert túl jól öltözött voltál. Ünnepség. Az nem is igaz, hogy a hátrányos helyzet, nézd milyen függöny haja van. Milyen menő az inge. Igen, már jönnek az SMS-ek, menő az inget, Bali. Bakker, te ölni készültél. Nagyon buta. Szóval télapő ünnepség, Mikulás ünnepség, semmi erre nem volt. Soha? Nem, a faluban volt. A faluban volt? Nekünk persze, hát olyankor ugye már nem lehet a tárammal világítani, mert nálunk még nem vezették be. A kis ilyenek voltak. Nem le, elhülyéske. Hova jutottunk volna? Semmi. A faluba, bementél az osztályterembe, és akkor jött egy ilyen szánalmas Mikulás, akiről mindig tudtuk, hogy kicsoda vagy a portás bácsi, vagy a karbantartó. Menőnap, menő években. Még nem tudom, hogy melyik volt neked egy meghitt, aranyos, kedves a portás bácsi, hogy nekem ülsz a hideg kövön, köszöntjük a hátrányos helyzetű gyerekeket egyébként. Nem kapsz ajándékcsomagot, nincs párnád, megnézek két Nupagagyi részt, majd hazamész. És sodródsz ki a gyerek tömeggel, és nem érted, hogy hol voltál. Tehát mi ebben a jó? Miért voltam itt? Megint. Mit csináltam? Miért adtak ide be? Miért vagyok büntetésben? Lehet, hogy ilyen jobb volt egyébként. Sokkal, és mi kaptunk ajándékot is. Vagy almát, vagy szalmabálát, ez a kettő. Jó volt ott a jó Ferik, szegmen. Egy darab szalmabála. Így van. Nézd, ez pedig vetési burgonya. 20 kiló vitt haza a háton. De a gyermekként ez nagy áhítat egyébként. Nagyon és aztán dolog. Annyira tudsz csalódni. Csak rajtad nem látszik ez az áhítat, mert úgy lát. Te rácsodálkoz ezekre a szituációk, mi a francot keresek itt. Ajándékot csak adtam, párnám sincs. És aztán a Rózsa Gyuri felvétel. És nekem egyébként picit úgy tűnik, így most már itt van előttem a Facebookon. Nagyon sokan lájkolták már, vagy egy kicsit, mint hogy anyukádnak üzennél. Hogy?
hogy ez miért? Még keserves önmegmányától. De nem lehet, hogy rossz voltam, és ez volt a büntetés, hogy néha elküldtek egy ilyen Mikulás ünnepségre, néha adtak a beadtak a Rózsa Gyuri mögé tapsolni egy 4 órás legleg felvételre, ahol a parlament, még arra is emlékszem, de most már egy kezdeni mögül mondom, hogy a parlamentet rakták ki Gyufába, és ez konferált a Rózsa Gyuri, hogy nézzék meg, micsoda teljesítmény, de fogalmam nincs, hogy ki kell, milyen osztály, milyen iskola, tehát semmire nem emlékszem, de most így a stúdió. Ezért álltam bosszút a Balázs Show-ban. Nem, ezért álltam bosszút az ingemmel. Jó, rendben van. Ha így akarjátok, akkor felöltözöm. Rózsa Gyurival, apám ingébe? Igen, na majd akkor lesz nem ulas. Hogy maradnak ezek meg ilyen gyermekkori emlékként egyébként, nem? Tehát tényleg nem lehet. Igazából az a megdöbbentő, hogy ezeket a műsorokat mind a mai napig ismétli. Már hogy a Rózsa Gyuri is komolyan. Igen, de hogy egy ilyen Mikulás ünnepség is valahogy így nem tudod, hogy miért pont az az emlék marad meg. Tisztán emlékszem a karácsonyfára, a párnaosztásra, hogy ez így annyira traumatikus akkor szerintem a kudarc miatt, nem? Hogy van egy ilyen gyerekkori élmény, ami egyszerűen így beég, nem? Egyszerűen nem felejted el, és utána egy csomó minden történik, amit az agyad elenged. De egy ilyen Mikulás ünnepség például... Jó, azért erre te nem emlékeztél. Erre nem. Látod, erre nem, csak amikor megjött. Élmény. Figyelj, de ha a farmai még megvan, én átveszem. Hát az jó. A dolog, hogy szerintem jó lenne rád. Szerintem is. De most így nézem, hogy nem olyan rossz ez. De már kitöltenéd az ujját. Na jó van. Takarékos volt anyukád, úgy vásárolt, hogy jó legyen jövőre, meg azután is. Bali a Facebook lefagy miattan. Igen, de tanulságos a kép egyébként, egyetlen vidám ember van rajta, Rózsa György. Na jó, de persze. Igen. Ott voltak a mindenre éhes kis diákok, nézték, hogy a mester, hogy a master hogy csinálja a... Érted? A sót, hát ennek örül, persze. Az Encore-on fent van a leg. Le lehetne tölteni az egészet? Szerintem simán. Hun HD. Igen. Bali, azt hitték vízfői vagy, Gyuri bácsi nem mert hátra nézni. Ja. Igen. Na, mögötted ülő lány megszállta az ördög. A szemei. Egyébként szemei fennakadtak. Picit olyan. Tehát lehet, egy ilyen Rózsa Gyuris ördögűzés volt egyébként. Igen. Vagy nem. És ahogy jövök a mai játékunk kérdése, a mögöttem ülő gyerekek közül itt szállt meg az ördög. A telefonszámunk. És hát szerintem egyébként vaciláltak, hogy ki a tébolyú tekintetű kisfiú a függönyhajjal, majd pedig mögötte. Lehet, hogy megkeresem egyébként ezeket a nézőket, azokat, akik azóta fölöntek, összefogunk és bepereljük az MTV-t. Még gondolkozom rajta, hogy pert indítok. Ezt a traumát, hogy beülni Rózsa Gyuri műsorába és nézni 4 órán keresztül egy gyerek oxin hiányos állapotba kerül fel. Felakad a szeme, hogy mi történt. Én már nagyon durtás vagyok. Őt Emily Rose-nak hívják, és készítettek róla később egy mozifilmet is. A műsor? Tölti a Laci a műsort. Ja, már szeded le? Hát ez nagyon jó. Nem biztos, hogy akarom látni. Jó, figyelj, elég a fotó, nem kell engem rommá égetni. Tehát, hogy jó. De hát, ha még előkerülsz. De nem lehet egyébként, hogy ennek volt egy előzménye olyan értelemben ennek a fotónak, hogy ez az egyetlen komor pillanat, amikor már rohadtul rátszoltak. Jó, a kis függönyhajú köcsög, most már tényleg maradjál kusba, mert nem tudjuk megcsinálni ezt a rohadt felvételt, és a Rózsa úrnak is van más dolga. Nézzél már magad mögé! Ráadásul, nyissatok meg az ablakot, a kislány nem kap levegőt. Én mondom, hogy pertársaságban lehet, és itt rátszoltak, mert látszik, hogy vádló a tekinteted. Igen. Látszik, hogy valamit nagyon kikérsz magadnak. Vagy miért engem cseszegetnek, hol van az arcán. Na jó, 7:08 pontosan 4 percem. Jövünk vissza mindjárt. Jó, Óven bácsira, Beru nénére pedig nagy erőkkel lehet jelentkezni SMS-ben. Ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Michael Jackson dal, gyerekek, és Justin Timberlake. Ez egy vadonatúj dal, és szerintem baromi jó. Tehát most ez így... De hát Michael Jackson már meghalt. Igen. Előkerülnek a fiókból folyamatosan olyan dalok, amiket Jacko nem fejezett be. És ehhez a dalhoz egyébként Justin Timberlake még hozzáírt egy kicsit szövegben, és így tették össze ezt a dalt. Rengeteg befejezetlen dala van még, amihez vagy egy kicsit hozzáírnak, vagy majd engedik, hogy hozzányúljanak. Na, ehhez engedték. Mi volt meg az eredetéből az, hogy sike-csika? Nem, hát annál azért így nyilván több. De hogy... Ez a posztumus albumának a nyitódala egyébként, mert hogy megjelent egy album a halála után, ami döbbenet, ugye, de hát ez ugye Elvis-től is megszokott volt, a Beatles-től is, nagyon sokan csinálták, rengeteg John Lennon dal került elő, és nem fejezte be, bekerült a fiókba, valahogy előkerült, írt még hozzá néhány verzét a Justin, és így lett ebből ez a dal.
meg az egész album egyébként, amihez nagy előadók hozzá nyúlnak. De hogy mennyire jó még most is, nem? Tehát ha ez a dal ez most elkészült volna úgy, hogy kijön vele a Jacko, nem ír hozzá a Justin semmit, tökéletesen akkor működik. Ugye? Hogy döbbenet egyébként, hogy mennyire Jacksonos volt. Elvégben szerintem az is előfordulhat, vagy az is a jövőben mondjuk így megszülethet, hogy azokból az eredeti hangmintákból, az eredeti dalszövegekből ugyanabban a stílusban írnak majd egy dalt, mondjuk ha már Jacksonról beszélünk, akkor simán le lehetne venni. Mondjuk. Az ő énekhangja megvan külön sávokon, gyakorlatilag hát össze lehet bakolni belülök bármit. Hát ha nem simán lehet reprodukálni azt persze, a hangszint. Ha bárkit meg lehet, az Elvis-t is, a Beatles-t is, igen, csak hogyha nem ő csinálta, az ugye akkor egy kamudalnak felel meg. De ezeket ő írta. Ha is vezetik fel, akkor is lehet világszenzáció. 1983-ban csinálták meg ezt a dalt. 1983-as dal, amihez most még a Justin hozzáírt néhány szöveget. 30 éves. 30 éves. Hogy szól ez a dal még mindig, és milyen, ha valaki ezt majd újra meghallgatja, vagy hallotta. Szóval ez zseni volt. Zseni volt. Na, de jó, hogy ezt játsszuk, ennek örülök. Lassúcska, de szerethető. Ilyen ingben vannak, Bali, a csillagban az elítéltek. Eltávod kaptál a fiatal körülök börtönéből, kérdezi valaki. Egyébként a leg-leg-leg. Böring, tényleg böring. Böring, igen. Bennem én nyomot hagyott az, amikor apukám erőszakoskodott, hogy lépjek fel a Mikulás napi ünnepségen egy dallal. 28 éves vagyok, és azóta is azt dalolom, sőt, még a gyerekeimnek is ezt tanítom. Írja nekünk egy hallgató. Balázs olyan vagy ezen a képen, mint egy gyerekfilm gonosz főszereplője. Zsolt küldte nekünk. Bali, ha nagyon kellett kakilni, miért nem kérdeztél ki? Gyuri bácsi kiengedett volna, nem kellett volna ennyire. Ennyire szorítan. Sátán Ferike húga van mögötted? Bali, már akkor is bukszaszájú voltál. Jó, gyerekek, hát most de ezt őszintén felvállalni, ez sokkal ez jobb nem. Egyébként, nem? Még mindenki nézze már szét a fiókban, hogy mi van gyerekkorban. Nézzétek meg a ruhát, nézzétek meg azokat a farmereket, nézzétek meg azokat a cipőket, érdemes egyébként. Na, van egy nagyon jó teória, Benjamin nevű hallgatónktól a Facebookon. A Balázs a műsor előtt tudta meg, hogy nem őt választották, a Dawson és a haverok főszerepére. Igen, és nagyobb orci lettem. Igen, Bali már akkor is igényes volt a hajad. Látszik, hogy frissen van vasalva. Látod? Nagy betűvel van írva végig. Nem. Igen. Szia, Bali, muszáj fikáznod, én vagyok, aki ott ült mögötted. Forgatás után elmentünk fagyizni. Hajrás, Gabi. Igen. Ha valaki esetleg nincs Facebookon, föltesszük a Morning Show.hu-ra is, jó? Hogy ne zárjuk ki azokat, akik esetleg nem szeretik a Facebookot. Úgyhogy ott is meg tudjátok nézni. De később egyébként úgyis ki fog jönni Blu-ray változatban. És rendezői. Itt van mi? Csak mondom, hogy Laci letöltött az egész adást, tehát meg tudjuk nézni, hogy milyen felvételen voltam. Meg tudjuk nézni, hogy mit csináltam. És a folyamatot is. És a folyamatot is, hogy tapsoltam. Aminek a következménye ez. Ez a fotó. Amit láttok. Hogy volt az elején mosoly és taps, vagy végig mindenki tapsolt. De az milyen menő lenne, végig mindenki tapsolt, és én ülnék őt végig. 60 percig durcásad. Nem? A középső ujjadat feltartanál. A kis fagyar fejét vigyétek vál onnan. Függönyhajú, tapsoljál már. Gyurikám, magadnak egy lépést jobbra légy szíves, mert az a gyerek a háttérben megáll az eszem, kiengedi be ezeket. Mert az ültetésnél direkt nézik az arcokat, hogy a műsorvezető mögött ugye kompatibilis ember legyen. Ha hogy került oda a Balázs? Ez alapján, a kép alapján. Ez gondolom, én azt, hogy az elején még nagyon vidám lehetett, túl vidám is. Gyuri bácsi. Nem köpőcsövezte Gyuri bácsit? Vagy velem volt valami, ami miatt rád szóltam? Nem tudom, azt tudom, hogy kirakták a rohadbányos parlamentet gyufából, de hogy édesanyám írt, hogy ő sem emlékszik, hogy valaha lettem volna a tévés felvételen. Persze, nyilván most már tagadja persze, most a már integetőzi, mi ők küldtek oda. 500 forint. 520 ezer, és elvették a pénzemet utána, amit megkerestem. Na jó van. Bali, tisztellek, őszinte vagy, de nőiesen durva. A gyerekednek nem utasd meg, Bali, mert beáll automatikusan a sarokba. Helyettem vállalja a büntetést. Jó, van, játsszunk egy kicsit, jó? Itt van a játékosunk Óven bácsival, és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Itt van velünk Réka. Hello, Réka, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Ja, de jó kedved van, Réka, hello. Örülök, hogy bekerültem a játékba. Na, régóta próbálkozol? Igazából nem, ma jöttem először, de nagyon boldog vagyok, hogy szerencsém meg.
Bocsánat, csak közben... Hogy csinált? Nem, mert közben göngyölíti fel a szálakat. Igen, Balázs. Közben az a baj, nyomozok, anyám megint írt. Ilyen inge senkinek nem volt a családban. Kaptad valakitől? Ott a sztájlisztokat. Látod, már letagad. Már nem vállalja a saját gyerekét. Nézd meg, hogy ki hátrált mögülem a családom. Lehet, hogy átöltöztettek a felvétel előtt. Jézusom, hogy néz ki ez a pajaszos kislány? Adjatok rá egy másik ingel. Pajaszos kislány. Igen. Réka, te voltál valamilyen tévéfelvételen gyerekkorodban? Vagy Mikulás ünnepségen? Vagy bármilyen, ami egy traumatikus élmény és nyomot hagyott benned? Hát Mikulás ünnepségen voltam iskolában, de a tévéfelvétel, hál' Istennek, kimaradt. Az kimaradt. És a Mikulás ünnepségen kaptál ajándékcsomagot? Vagy úgy jártál, mint én, hogy se párna, se ajándékcsomag? Nem, náluk mindenki kapott. Mindenki kapott. És milyen valami központi volt, vagy az iskolában rendezték? Már régen volt, és nem iskolában. Aha. Mikor bementünk az osztályból, szállt a Mikulásnak a csomag mindenkinek az asztalán. Mikor születtél, Réka? Mikori vagy? 1990. Na jó. Most hagyjuk abba ezt a beszélgetést. És már tudsz beszélni. Hát egy iskolában lenne. Iskolában lenne, az 96, hát 96-ban, igen, már nem voltak ezek a nagy szocialista Mikulás ünnepségek. Télapő ünnepség, akkor már egy kicsit más. Akkor már egy kicsit azért. 90-ben már ez az ink se volt meg Balázsnak. Igen, elégették. Nyilvánosan elégették. Jó, Réka, mit csinálsz egyébként, mit dolgozol? Én irodavezető vagyok egy ilyen kínai multinacionális cégnél. Egy kínai multinacionális cégnél? Itt van, hát minden, itt van már. Minden, de hogy is, hát minden kínai cég multinacionális, hiszen mindenhol ott vannak. És mit kell csinálnod? Hát ilyen általános adminisztratív szabadatok, meg HR, meg pénzügy is van. És kínai a főnököd? Pontosan. Na, A kollégámnak a 80%-a kínai. Mit csinál a kollégának 80%-a kínai? Igen. Na, mesélj egy kicsit róluk, milyenek ők? Vagy van-e valami fura szokásuk? Vagy milyen kínaiakkal dolgozni? Igazából, nyilván voltak ilyen kulturális különbségek, amikor elkezdtem, de ebbe így bele lehet szokni. Mi az, ami például fura volt, vagy amit nehéz volt megszokni? A legfurcsább első nap, dél körül, ebéd után mentem körbe az irodába, és mindenhol aludtak az emberek. Lefekszenek aludni? Persze. Tényleg? Igen, mert Kínában van siesta, és ugye ezt a szokást átadták Magyarországra is, és én azt mondom, igazából igazuk van. De a széken, vagy felfeküdtek az asztalra, vagy hogy? Vagy lefeküdtek a földre? A széken ültek, és letezik a kis párnájukat az asztalra. És vitted az iratokat, és látta 30 kínait aludni? Ez pontosan így volt. Ez menő. És ugyanúgy kijárnak ebédelni, vagy hoznak ilyen kis dobozokban magukkal, nem, szejtános csirkét? Nem, kijárnak ebédelni, van egy kínai étterem, ahová. Micsoda megrendelés. Hogy vannak az alkalmazottaikkal? Tehát, hogy normálisak, előzékenyek, udvariasak? Most nyilván ugye nehezen tudsz rosszat mondani, nem akarom, hogy bajod legyen, de hogy például mennyire tisztelik azokat, akik nekik dolgoznak, hogy mennyire kedvesek, vagy például a nőkkel, hogy bánnak? Van különbség egy európai főnök, meg mondjuk egy kínai főnök között? Igen, szerintem ez egy kicsit ilyen sztereotíp, hogy a kínaiak nagyon ilyen szigorúak, meg hogy hidegek. Ugyanúgy van. Tehát ugyanúgy ők is emberek, hogy különbözőek, van köztük kedves, van köztük egy kicsit tartózkodóbb, tehát nem lehet így egy fajta jelzőt ráhúzni az összesre. Ülnek vagy állnak a folyanszra? Hát mert hallottuk már egyébként, hogy nem tudja értelme. Hogy inkább fölállnak rá. Igen. Erre nem tudok nyilatkozni. Hát itt azért már... Aha. Nem pisiltetek együtt ezt. Ja, igen, mindegy. Persze, meg azért most már felvilágosultak, tehát ritkán fordul, hogy Peking főpolgármester idejön és ráül a fajancra. Tehát azért most már azért ezt megtanult, ezt most már megtanulták. Na jól van, oké, mutatjuk, hogy mit csinál Róven bácsi Berunén. Figyelj, Réka, jó? Hangolnak. Bármit keresik a műsorodat. Próbálják megtalálni, nem három archívumából, igen. Figyelj, Réka, mutatunk egy rövid részletet abból, hogy mit énekelnek. Atya, úristen! Ujjajjaj! Megoldhatom még egyszer? Mutatjuk, figyelj! Fuha! Hát te ekkor még szerintem nem érted. Szerintem sem. De ez neked nagyon régi. Iszonyatosan régi dal. Igen. Nincs meg? Nincsen, egy hosszabbat. Hosszabbat, jó, kivettük a bögrét, sajnos, az már nem lehet a tiéd, de egy hosszabb részlet után még lehet ajándékcsomag. Figyelj! Na?
Ilyen dolgokat már csak az M3-on lehet hallani. Kérdezgetem, hogy a többieket itt az interneten, de nem. Nem, semmi? Interneten még közben Skype-olsz, vagy Facebook-ozol? Igen, a Facebookon így berejárdozhatom mindenkit, aha. Hogy... Nincs ott egy kis kínai, aki ezt tudja? Ők nem hallgattak ilyen dalt. Nem hallgattak, hát ha valaki berongyol és elmondja neked, hogy mit lehet hallani. Figyelj, megmutatjuk az eredetit, jó? Léde Funky? Nem az. Nem. Mutatjuk, okay. Figyelj, ez lett volna. Azt mondja, még én is óvodás voltam, akkor ez ment. Úgyhogy utána ezt a számot, Jézus Isten. Bee Gees lett volna. Bee Gees. Hát igen, ez nem baj. Nem a te világod, mondhatni, igen. De azért köszönöm, hogy játszottam. Írt egy hallgató, nagyon szellemes SMS-t. Szegény Néka nem tudta eltalálni, hogy az első nap miért hunyorog mindenki. Jaj. Jaj, úgyis aljas, tök szellemes. Jól van, hát figyelj, nincs ajándékcsomag. Nem baj, legközelebb. Köszönöm jó. A játékot. Köszi Réka, hogy játszottunk, vigyázz magadra, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Hát igen. Na mi van, Laci, megtaláltad? Hát azóta is azon röhög. Behozta a pendrive-ot. Meg, vagy csak mondom, a 4000 like fölött jársz jelenleg. Abból 3800 szánalomból. És van 215 darab hitetlenkedő SMS. Hogy? Hát nem lehet. Nem hiszik el. Nézd meg az anyajegyemet, a bal kezet, és a 7 zenés káziómat. minden magáért beszél, az egész szett egyébként. 4 perc van pontosan, 8 óra, jönnek a hírek után itt vagyunk is. 8 óra, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Budakeszi úton lefelé óvatosan, kétlábú lézersó készül, nejem szerint napsütéses időben, csak az depis, aki nem olyan. Micsoda stílusos, mint a Bali István. Azt hittem, ez Erik SMS-e, de nem. Sopron 18 fok, felhő nélküli égbolt, további szép napot, ezt Marci küldte nekünk. Baleset a 4-esen Cegléd után, Budapest felé a 67-es kilométernél, sérült autó a félsávot elfoglalja, a rendőr még nincs. Süsü küldte nekünk, valamint Rétságnál kamion a Szerpenti melletti árokban, lehet készülni a félnapos utcára, mert innen még Dynamo sem varázsolja ki hamarabb. Ezt Mike küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nickelback volt, többen kérdezik, hogy mi volt ez a kis rockzene. Hát csak a könnyebb felébredés véget, hogy kicsit mindenki magához térjen. Így van, Dark Horse album egyébként, az 5 millió példány ma fogyott el a letöltése korábban, tehát hogy azért ez egy meglehetősen sikeres Nickelback albumnak mondható, és hát egy eklatáns példája annak, hogy ez a zenekar valójában egy rockzenekar. Igen. Hát mostanában kicsit irányt tévesztettek. Hát vagy elmentek pénzt keresni. Így van, igen, inkább igen. A háziasszonyok felé vették az irányt. Hát vannak ilyen magyar zenekarok is, akik rockzenekarnak indultak, aztán rájöttek, hogy az nem annyira kifizetődő. Igen, megfelelő kárpotlás ez a képért, írja valaki. Csak mondom, hogy megvan a felvétel, úgyhogy lehagyjuk. Legalábbis egy részletet belőle. Jó. Nyomozunk, már letöltöttük. Most viszont vendégünk van, egy olyan ember, aki volt már itt velünk a stúdióban, csak pont nem voltam, ti viszont itt voltatok. Bizony. És beszélgetetek velem, Kovács László, extrém sportoló. Hello, Laci, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Jól mondom, hogy te akkor voltál itt, amikor még csak készültél erre az útra, így ami van, most már túl vagy, ugye? Igen, megtörtént. A maláj dzsungel átszelésén, erről beszélgetetek legutóbb, amikor Laci itt volt. Így igaz. Hát ugye fölelevenítettük azokat a pillanatokat, amelyeknél mi nem voltunk ott, amikor így átgyalogolt a sivatagot, de oda-vissza, mert hogy érted, hát most jó, hát most egy kicsit kell menni. Meg ilyenekről beszélgetünk, és aztán Malajzia. Kezdjük egy mokkás kérdéssel, túlélted? Azt hiszem. A Kárász Robi nevében kérem ki. Mert a Robi egészen más kérdezte volna. Ő azt kérdezte volna, hogy hogy élted túl, Laci. Igen. Na, mennyit voltál kint? 2 hetet töltöttem el. A Nagyvadonba. A Nagyvadonba. Igen. A Nagyvadonba. Volt valami felkészülés erre? Persze, egy brutális felkészülésen voltam túl. Hát egy bő fél évig nyüstöltem magam különböző technikákkal. Nagyon jól működött. Azt gondolod, egy földi halad, hogy miért kell erre készülni? Fogsz egy macsetát, átvágod magad A-ból B-be, aztán átvágtál a maláj dzsungelem. Nem? Hogy mi a fenét kell erre készülni? Igen. Hát úgy néz ki, hogy leszállsz a repülőről, és akkor körülbelül, mintha szívlapáttal mellbe vernének, ugye eleve ez a klíma. Borzasztó, nagyon meleg volt, nem esett sokat az eső, viszont iszonyú párás volt. Úgy alapállásban így kilépsz, és leizzadtam, és azt mondod, hogy hú, basszos, itt ez lesz. Úgy, hogy ilyen klíma van.
Igen. Úgy történt, ahogy annak idén beszéltük, hogy kivittek a dzsungelek a szélre egy teherautóra, teherautóval, leugratál a teherautóra, aztán azt mondta, hogy Csáj is bemetél a dzsungelbe. Igen, hát egy kicsit bonyolult abban olyan szempontból, hogy így átutaztam egy teljes éjszakát, nem aludtam egy hunyásra, aztán egy busszal fölbuszoztam éjszakra a kiindulási pontomhoz, ami szintén telibe egy éjszakát vett igénybe, úgyhogy két kialvatlan éjszaka után ott álltam a tóparton, és azt mondtam, hajrá! De ez a malácsunk ezt, hogy nézzéketed a földgömböt, mint mi gyerekkorban ilyen kis papírgömbre felragasztott, ilyen kis papírgömb, ugye ez volt, csak ráböktél, hogy akkor a maláj dzsungel? Vagy már helyen volt, hogy akkor ez még kimarad? Izgatott a dzsungel nagyon régóta, ugye Dél-Amerika bizonyos szempontból szerényebb, mert az állatvilág szempontjából, ugye dióéjban annyi, ugye 130 millió éve, ez nagyjából kimaradt a jégkorszakból feltételezések szerint, és ezért rendkívül gazdag az állat és növényvilág annak ellenére, hogy egy pici helyre koncentrálódik. Hát ez sok kígyó, sok pók. Így van, és rengeteg nagy emlős, ugye, tigrisek, elefántok, párducfélék, krokodilok, és a többi. A maláj tigris is ott volt? Személyesen. Így van. Állandó fel akarta vágni a hasát ugrás közt. Én csak Kabir Bedi vagyok. Csak Kabir Bedi. Meg vannak ott maláj medvék is. Maláj medvék, ugye? Így van. Maláj medve, az például mókás volt, hogy reggelre mondjuk a környéken lekapirgálta a fákról a háncsot. Ezt mondjuk le is filmeztem, ez egy elég érdekes érzés. De önmagában miről szól ez a túra, csak hogy megpróbáljuk közelebb hozni azon emberekhez, akik egyébként most valahol a festői Blaha Lujza téren hallgatnak bennünket, és nem nagyon tudják elképzelni a maláj dzsungelt, hogy bent vagy x időt teljesen egyedül, civilizációtól elzárva, és önmagadat próbára téve eljutsz A-ból B-be, mint egy közben leküzdve a kihívásokat, ez erről szól? Igen, hát nagyon leegyszerűsítve, igen. Ugye ebbe volt víziút, meg volt egy nagy rész gyalogos út, közben improvizálni kellett, mert hát, hogy A-ból B-be jutni rendkívül bonyolult, használtam vadcsapásokat, írtottam bozótot, rengeteg kidőlt fa van, és hát azért útközben elég sok meglepetés éri. Mekkora távot kellett legyőzni, tehát mennyi volt, hát amit kitűztél? Bő 300 kilométer volt, végül is teljesen improvizatív volt az egész, nem a utam végén nem oda érkeztem meg, ahova szerettem volna. Viszont... Srácok, halló! Egyébként rengeteg probléma volt a kommunikációval, ugye szerettem volna gyakrabban bejelentkezni, ez valamelyest a biztonságomat is szolgálta volna, de nem működött a telefon megfelelő módon, és hát így nehéz volt beazonosítani, hogy hol járok, meg ha gondom van, akkor hol keressenek. Összesen hány kilométert kellett megtenni? Tehát mennyi volt, amit lesétáltál, leúztál, hajón mentél? Ez egy olyan közel 350 kilométer, még nem számoltam ki teljesen precízen, de körülbelül. Na, de úgy kezdődött a sztori, hogy neked kellett építeni egy tutajt. Igen. Igen, egy csodálatos bambusz tutajt építettem, felteszek nektek egy találós kérdést. Na, abban mindig jók vagyunk. Hajrá. Ezt tartott másfél hétig gondolom. Ezen gondolkodtam, hogy mi lesz a találós kérdés. Tessék, mi az? Bularáke? Egészségedre. Hát a bulát. Csinostáj, kislány. A bulát tudom. Na és harrake. Csinostáj, kislány, aki tudja, hogy rövidebb utat, a boldogát. Bum-bum finishes befejezés, igen. Ez micsoda, hogy mit jelent? Ez a bambusz tutaj. Nagyon érdekes, mert én is azt hittem, hogy bambusz, bambú, ugye gyakorlatilag világ minden nyelvén körülbelül azt hiszed, hogy azt jelenti, hogy bambusz. Néztek rám kikeredett szemek, hogy keresem bambusztak. Mindenki vonogatta, bambusz. Budó, hát budó, ért csak, akkor ugye leesett mindenkinek, amíg gondolt én, hogy azt hittem, hogy azt mentem, hogy mint a parlagfű úgy nő ott a bambusz, és ez nem igaz. Ha nem találtam megfelelő méretű bambuszt, onnan indult a kezdetben a problémáim, aztán szerényebbre váltottam, egy más technikával építettem egy nagyszerű buló rakét, amitől nagyon boldogak voltak a helyiek, meg akik láttak, mert mindenki integetett, hogy tradis a gyerek, és akkor a Yamaha benzinmotoros cuccával elszáguldott 97-tel mellettem. De az jó egyébként, a fél évek keresztül készülsz arra, hogy bambusz tutajt építesz, aztán kiderül, hogy azon a tájánkon nincsen bambusz. Ez egy jól felmérted. Jól felmérted az élővilágot. Jégkorszak ide, jégkorszak elmaradás oda. Építünk egy bambusz tutajt. Hát az nem ez a földrész. Nem nagyon van, de van itt egy nemzeti park, ahol terem belőle viszont valamennyi. Lehet kenút kölcsönözni egészen olcsón. És akkor egy lazak is evezéssel indítottad, miután ezt megépítetted? Így van, akkor miután rájöttem, hogy nem tudom megvalósítani a kiindulási pontomból az adott pontba való elérésem, így elkezdtem improvizálni. Akkor van egy hatalmas, ez egy nagyon nagy épített tó tulajdonképpen, ez ilyen hülye hangzik, mint egy 300 szigettel a dzsungel kellős közepén, némi infrastruktúrával. Az volt a tervem, hogy ott megépítem a bulorakét, és akkor elérek B pontba, ahonnan váltok gyalogosra. Ez nem sikerülhetett, mert nem volt bambuszom. Aztán próbáltam azt, hogy bérelek motorcsónakot. Irreális ár volt, nem volt senki kuncsaftyú, nagyon nagy összegeket akartak. Akkor én odébb mentem gyalog, és van egy gát, ott gondoltam, hogy onnan egy 6 kilométer átúszok, egy rövidített útvonalon. Kis hátizsákoddal átúszol, igen, hát, mert egy tökéletes vízzel a hátizsákon van, hogy azzal átúszok, és akkor onnan folytatom az
az utat. Na, az volt a hiba a rendszerben, hogy itt egy rendőrkordon állta az utamat, mert hogy most stratégiai szempontból mi őrizzük ezt a gátat, nehogy felrobbantsák. Csak helyiek léphetnek be. Akkor idő egy fehér ember zsákkal a hátra, és úszni akar 6 kilométer. Picit gyanús. Ez több mindegy, nagy zsák. Elég fura. Ugye baloldalról a lefolyó vadvíz állt a utamat jobbra, mondom, megkerülöm a rendőrkordont, azt mondták eljek, hogy benne senkit nem érdekel, ez itt van ez a kor. Jó, vágok utat, megkerülöm a rendőröket, aztán utcóba a dzsungelbe. Tehát egy 3 órát elpazaroltam, mert haladtam körülbelül 200 méter, és azt mondom, hogy kész, ez nem az. Annyira sűrű volt, hogy nem 70 fokos leszakadás, kidőlt fák, mert ők tudták ők jól, hogy miért vannak ők jó helyen. Menjél, ha akarsz, barátom. A helyismeret, ugye. Feladtam, B-terv, megvolt, hogy milyen koordinátába kell eljutnom, és akkor utcónak egy másik útvonalon bevetettem magam. Na most ezt hogy kell elképzelni, hogy az ember napokon keresztül tök egyedül barangol, és egy macseta van a kezedben, az a legjobb barátod, jönnek az állatok, hogy ilyenkor mennyi időt vagy a dzsungelben, vagy mennyit ez néz? Ez döbbenetes, szóval az, hogy gyakorlatilag a faluba, meg a falu szélén is dzsungelbe vagy. Annyira nehéz a mi léptékünkkel elképzelni eleve azt a világot, azt a klímát, hogy valami, mint itt kilépni az utcán, és hopp, dzsungelbe vagyok. Ott jönnek, mennek elefántok, zajlik az élet. Az embereket ugye, ez természetes környezetük, ő nem döbbennek meg ezen. Ez kicsit fura, hogy mi a francia akarok mondjuk én bulorakéval menni 300 kilométert, meg ide-oda mászkálni. Mert hát, hogy ők jó dolgukban nem mászkálnak, csak a konkrét céljuk van ezzel. És mit tettél? Azt tudjuk például, hogy mit tudom én, Klein Dávidnak az Everesten a Spár marcipán volt a legnagyobb barátja. Hogy neked esetleg Aldis csokoládé, vagy Needles keksz, vagy Oceanes pilóta keksz, vagy bármi Peris túró. Igen, Tesco túró Rudi volt valami, amit itt? Alapfelszereléshez ez nekem hozzátartozott napi egy ócska leves, ez a zacsis, amit tudsz venni bárhol, és egy zapsztelet. Valamint kiegészítőnek vittem magammal ilyen növényi... Egy leves vagy egy zapszelet? Figyelj, te nem zabálni menték ki oda. Én is gondolom, nem lakodalomba jöttem, gyerekek. És akkor hát ugye az volt a terv, hogy kipótolom, ahogy tudom. Éppen kipótolom kígyóval, vagy krokodilla, vagy akivel találkozok, azt lecsapom és megeszem. Vagy valakit a rendőrkordomból lemarsz. Tehát az volt a terv, hogy megfogod az állatot, mint régen, ugye milyen szép egyébként, nem ennyire visszamenni a természetbe azért ez egy dolog. Tehát amit levadászol, azt teszel meg. Igen, szóval volt egy alap, hogy ilyen halni nyilván nem fogok. És sikerült valamit elejtened? Vagy persze, igen, gond volt a vízállással. Két maláj kislányt, egy maláj kisfiú, meg egy vízhordó asszony. Egyébként a valakit is, majd nem tudom, kitérjek erre. Majd beszélünk róla, igen. De hogy milyen állatot, vagy hogy tulajdonképpen a kígyókba azért nem fektettem energiát, mert találkoztam többel, de olyan picik voltak, hogy mondom, én ezt üldözőbe vesztem, ezt lecsapom, tüzet rakom, stb. Körülbelül, mint egy virsli, annyi maradt belőle. Igazából a energia befektetés nem értem meg, így hát átálltam a halakra. Nagyon alacsony volt a vízállás, komolyabb halat nem lehetett fogni, csináltam, mert ugye PET palack mindenhol van a világon, egy ilyen nagyon egyszerű csapdát, mindegy, most nem modellezem nektek, de ilyen 5-6 centis halakból egy nagy kupacot össze lehet fogdosni pillanatok alatt, és hát tulajdonképpen ez képezte a gerincét. Amit rengeteg gyümölcsöt ettem, hogy fogalmam sincs, hogy minden nem betegedtem meg, és körülbelül 6 raklappad magunkat. Nem tűnsz annyira tudatosnak, mert azért nem vagy egy bergülész, hogy mi az a kék bogyó, fene se tudja maximum meghajt. Ilyen alapon azért valamit leszakítasz, hát abban 2 nap alatt az ember simán belehalt. Tehát én egy ilyen nagy hasmelésre tippeltem, de megúsztam. Meg rengeteg... De itt hajtad a kis növényhatározódat? Vagy nem? Hát itt a nem vittél egy búvársebb könyvet magadat? A kis növényhatározódat úgy néz ki, mint a révei legszínkanától az éjig, ott annyi növény. Nem beszélj ott valamit megenni, amiről nem tudod, hogy miért én nézek ilyen túlélő sorozatokat, hogy mindig mondják, ez mi, az mi, ne edd meg, medvetart, meghalsz, ez nem, te meg leszakítottad egy bogyót és megetted? Nem, én 200 félét ismerek, de itt körülbelül 8600-ról beszélünk. Alapvetően elláttam magam kókusztejjel, imádom frissen, fölmászol, lecsapott, megiszod. Isteni. Rengeteg vadmangót ettem. Az mondjuk nagyon sok. Apagy annak gondoltad? Igen. Annak gondoltam. Lehet, hogy az ott a cseresznye. Aztán tényleg nagyon sok érdekes gyümölcs volt, itt tesztelgettem őket, mert fogalmam nem volt tényleg, mert annyiféle is. Lehet, hogy azért volt belőle sok, mert nem ette senki. Igen, huncut dolog, mert volt, amit megesznek a majmok, ugye, de a majmokra se hagyatkozhatsz, mert a majmot nem betegíti meg, az téged még sem. Igen, nem ugyanaz a bélflóránk, azért. Igen, tehát egy kicsit mert. Ott például veled valami történik, megmar egy kígyó, megtámad egy malájmedve, hát ott van valamilyen műholdas telefonod, ami ugye nem működött, mert lefűzött, ott nagyon senki nem talál meg napokig, nem? Hát ott napokról azért nem érdemes beszélni, mert körülbelül 2 nap alatt nyomot sem marad. Már olyan szempontból, hogy a 4 centis hangyák esznek meg a tigrisek széthurcolnak. Komolyan? Hát ott pillanatok alatt tűnik el minden. Hát akkor ott kell ingatlan vitába keveredni valakivel. Tájföldön, mert ott ugye megtalálnak, ahogy kell befizetni az üzletársadat. Tehát tök egyedül azért ez, ebben a formában így ezért is veszélyes, nem? Tehát ha nincs az, hogy akkor jó, most kiszállnál, becsörögsz, és akkor jön érted a helikopter. Itt nincs kiszállás, szóval így, hogy egyedül vagyok, meg egyébként is itt igazából egy opcióban megcsinálni.
Az nem hangzik túl jól, nem? Készültél valahogy, vagy nézel ilyen túlélő sorozatokat? Vagy azért ezt ismerni kell a természetet, tudni, hát tudom, hogy túl vagy már egy csomó mindenen, ahol azért erre úgymond edzettél, de hát most azért így hárman nekivágnánk, hogy találkozunk középen, nem érne oda egyik. Ez palacból, hát palacból, érted? Tehát én innen, te onnan, én középről, oké, három nap múlva találkozunk a tónál, szerinted ki érne oda? Nem nagyon lenném meg. Szóval, hogy azért erre azért masszívan kell készülni. Hát egy megálltásorban a nyugdíjfolyosító intézet. Elintéztem minden papírt. Nem, egyébként ugye a pszichológiája érdekes ennek. Eleve számomra nagyon izgató és érdekes, hogy egyedül. Ugye ez egy egész az egy nagy tapasztalás, persze. Ba helyezi az egészet. Hát nyilván kell hozzá egy nagy fokú tapasztalat és egy nagyon jó fizikai felkészültség. Aztán ezt, ha így szépen összefűzöd, és be tudsz olvadni a természetbe, mert igazából ennek az a lényege szerintem, hogy nyitottá váljál. Ha teljesen nyitottá válsz, elfogadóvá válsz, beengeded többenetes energiák. Valott leülsz, gyakorlatilag meditálnod se kell, csak becsukod a szemed, és így ömlik beléd ez a nyers erő. Erre, ha vevő tudsz lenni, nyilván balesetek történhetnek, akkor onnantól kezdve ez neked egy olyan csodálatos lelki utazássá válik az egész a kínjai ellenére, bár én soha nem éltem meg kintként semmit, mert ha úgy kezdeném megélni, akkor nyüglődnék ezen az egész. Mondjuk, ha már Budapest-Frankfurton rosszul vagy, akkor az már igen. Az már nem tud szerencsés, igen. Milyen az éjszaka? Tehát pont arra gondolok, hogy ezt most leírod, hogy azért a hangok, a zajok, a neszek, az ürejek, azért hát az fantasztikus. Az olyan, mint egy más világba kerül. Eleve nagyon zajos a dzsungel, ugye ezzel nem számol senki. Rengeteg a madár, rengeteg olyan rovar van, és olyan zajosak, mintha kerepelnének, valaki éppen flexezne, vagy csiszolna a szomszéd vasárnap hajnalba. Ez a döbbenetes hangok vannak, ez este felerősödik a naplemente után, azt tudni kell, hogy egyenlítő, puty így leesik a nap. Valaha 6 órakor nem kezdesz el tábort venni, akkor 7 órakor full sötétbe. De volt, hogy elszakadt a cél, és kusz legyen már! Ez csak a kínai negyedben az utolsó napon. Felmászol egy fára, vagy ott maradsz éjszaka, és gyújtasz egy tüzet, hogy mondjuk ne jöjjenek a vadállatok? Vagy mi a szabály ilyenkor? Így csinálni? Van, hát ugye folyóparton nehéz kikötni. Szóval itt kezdődnek a problémák, hogy hol szálljak a partra szállást. Ugye nagyon alacsony volt a vízszint, hát ez a nagyon alacsony, ez ilyen 0 és 6 méter között. Látszott, hogy 9-10 méter magason még hordalék van, hatalmas fák, hogy hol szokott valójában a folyónak a alapszintje a monszun idején hol van. És hát ebből kifolyólag ugye a folyó meder, ez egy sziklás valami, és ugye benövi a dzsungel általában tiszta zárt növényzet, mert hát éri a napfény, és hát víz is van neki, általában ha beljebb kerülsz, akkor már nem annyira veszélyes ez a helyzet. Ha megpróbálsz partra szállni, jó, oké, na erről egy rövid kaland például. Oké, kikötök, éhes vagyok, fognék egy halat. Jó, kikötöm a kis bulorakémat, bedobom a kis vizei készségemet, zörög a bozót. Hát ugye a parang az mindig alap cucc, hogy az a kezedben van. Hát a para mindig velem is oda. Én a para és a majré nélkül is sehol nem megy. Van két jó barátom, a para meg a majré. Megértem, hogy neked is jó barátod volt a para. Parang ez a neve? Parang, hát ez olyan, mint a macséta, kicsit más forma, a helyiek ilyet használnak. Ez mindig, hogy a helyiek nem értik, hogy macséta, mint ahogy a babusz se. Ez mindig ott van nálad, vagy ott kell, hogy legyen nálad? Hát ez olyan szempontból, ugye ezt itt tudatossá kell tenni magadba, hogy itt bármi zörög, bármi van, azonnal le kell reagálnod. Úgy működsz tulajdonképpen, mint egy vadállat, mint egy ősember, hogy itt nincs arra, hogy na, ez mi lehetett, nincs mi lehetett. Előkapod és támadsz, tök mindegy, hogy mi. És ha nagyobb, és ha tigris. Igen, hát, és ha vadőr. Akkor még vadabb leszek. És hallottál hangot? Igen, meg volt a partraszállás, ugye bedobtam a kis cuccomat, vártam, hogy kapás lesz, és az üreg zörög volt, egyből lereagáltam, hátra nézek, egy vízibi baj. Fújtat, és jön fel, áttad, menekül, és éppen nagy szerencsé volt, hogy nem cuccoltam le, egyébként a cuccomat rajta hagytam a kis bulorakét, belögtem, és úgy beugrottam, szia vízibi baj, hagylak, oké. Eljött megnézni téged, jött barát. Igen. Az miért nem vágtad le? Volt. Hát meg lett volna. Nem tudtam volna felfüstölni. Az igaz, mondjuk, hogy mert ott az egy elke is volt mögötte, és egy paraszt. Mérges lett volna, hogy megölöd a jó szeget. És akkor macsát a kézbe, be a hajóra, ott mondtad, hogy akkor most ott nem. Igen, jóban legyen tiéd a terület, és akkor odébb álltam. Ilyen apró meglepetések vannak, vagy például, ugye soha nem tudod, hogy kivel állsz szembe. Nézd, és direkt zörög. Ilyen fura hangok például. Mentem, egy nagy tömegű valamit hallok, hogy dobog. Hogy jön, most így közeledik? Hogy mellettem zizek, nem túl messze, de nem láttam belőle semmit, ugye élesre állítottam a parangot, hogy mondom, na lesz, ami lesz, és akkor elszaladt egy van. Hogy kivel álltam szembe, fogalmam nincs a mai napig, hanem ezek a fura dolgok, vagy például ordítanak a makákok, suhog tőlük a bozót, tényleg 40-50, jönnek, hogy leüvöltik a fejedet, el akarnak hajtani, ilyen szitúk is voltak. Zseniális lehet egyébként, ezt így halva, ez csodálatos, szóval ez a érintetlen, nagyon vad, kemény világ, ez számomra egy akkora csoda volt így megélni. Hát meg nem beszélve, hogy a tigrisek jelen vannak.
Ami problémám volt, ugye szedtem a malária elleni gyógyszert. Egy nagyon, nagyon komoly mellékhatásai voltak. Szívdobogás voltak nekem is, rémálmaim tőle, ha elhagytam, nem. Orvérzést is okozott. Nem szedtem, rájöttem, hogy orvérzést okozott. Ez egy nagyon szerencsés helyzet, ha napi 30 km vércsíkot húzok magam után a dzsungelbe, hát az totális sajót. Arra még a cápák is kijönnek. Ezzel lehetem. De milyen jó egyébként, hogy a malária önmagában például ez kevésbé durva, mint ha szeded a malária elleni gyógyszert. Igen, igen. Ha nem ez viszel a másik körülbelül. Én szedtem malária elleni gyógyszert, két nap után abba hagytam. Mentünk az Argentinába. Döbbenetes mellékhatások, valakinek a haja kezdett el hullani. A stárnak a fele kihullott a malária elleni gyógyszertől, mindenki abba hagyta. Igen, valakinek a foga kezdett fájni, valakinek szürkült a bőre, és mondom, hogy inkább csípjen meg egy szúnyog, én komolyan, én bármivel kezelem. Valaki maláriás lett tőle. Durva a dolog. Szóval, és akkor például a tigrisek ordítanak a háttérben. Ez egy nagyon érdekes alapzaj, először egy kicsit szokatlan, ugye a farkasokhoz már szoktam, medvék között jól mozgok, de azért az, amikor így hallod, hogy kommunikálgatnak, hogy nem túl nagy távolság, ugye napi 20-30 kilométert simán megteszek is sportjáján, akkor úgy tudod, hogy mondjuk 4 perc alatt beér, hogyha itt ő úgy gondolja, hogy ő most éhes. Szóval ezeket a gondolatok... Inko föl a fára például, vagy... Az a baj, hogy nincs értelme, minden sportágban jobb, mint én. Te föl is jön utána? Ha lesz kúszik, mászik, virtuózás. Igazából az a baj, hogy tényleg olyan, hogy jó lehet bele próbálkozni. Mi alapján tájékozódsz? Hát mindenhol erdő van. Van egy kis GPS, ahol mondja Lajos Bá, vagy... Kanyarnál fordulja, nem, balra. Bocsánat, igen, tehát mi alapján lehet tájékozódni, ugye ez hogy van? Egy nagyon alap volt, mert néhány koordinátám volt. Térképem nem volt, csak egy nagyon primitív, egy műholdról nyomtatott térkép. Igazából vannak helyi... De arra a kontinensre szóltak a koordinátám? Nem tudom, mert nem használtam annyit. Igen, volt ilyen koordinátám. Nem tudsz mit kezdeni a térképen, mert nem látsz semmit. Igazából nincsen kiszögellési pont, vagy ott az a hegycsúcs, és beazonosítom, és visszaszámolás, hogy bemérem magam, hogy hol vagyok. Zöld, jobbra zöld, balra zöld, előre, föl, le. Vagy igazából nézel egy térképet, aztán... Tehát nincs fönt a finzászló a fákod, meg. piros út, sárga út, hát ilyenek nincsenek. Ami egy nagyon nagy siker volt számomra, így lehet, hogy nem hangzik annak, hogy nem tévedtem el. Én se tudtam igazából, az improvizáció volt, gyakorlatilag az ösztöneimre, egy koordinátor és iránytűre hagyatkoztam, ugye soha nem tudsz egyenesen menni, rengeteg kidőlt fa van, bozót van, meggondolod, hogy megéri átvágni magad, vagy kerülő útra. Ugye ha ezeket a kacskaringokat csinálod, akkor már rég nem ott vagy, ahol gondoltad, és ösztönösen nekem volt pont, hogy el akartam érni, mert mondjuk egy hatalmas nagy denevér üreg, amiben mondjuk 10 000-ével vontak denevérek, és ezt becsípésem, hogy nekem el kell jutni, lesz ami lesz, 40 km utcó neki torony iránt, már amennyire ugye ez igaz. Soha nem láttam még annyi denevér guánót, és láttad az Ace Ventura 2-t, ami a kedvenc filme. meg mondjuk, amikor úgy csúvognak a füled mellett, pár órán keresztül, ez egy iszonyú nagy feeling. Na visszatérve ugye az éjszakához. Ha megérkezek, mondjuk 6 óra, esik lefelé a nap gyorsan, és rőzsét begyűjtök, hogy azért legyen, hogy felakasztom a kis függőágyamat, moszkítóháló. Mindig mesztelenül voltam, nagyon mókás lehetett egyébként. Ha már elkap legalább, lássam valami szépet. Az ingyenek ne tett tönkre. Most már kezdjük érteni egy picit, hogy miért akarsz mindig távol lenni a civilizációtól. Függőágy, ez is egy szabály, ne a földön aludjod, megcsíp, megmar, megszúr, tehát mindig van, a levegőben. Így van, a eső miatt, meg hát olyan rosszak a talajviszonyok, hogy reménytelen. Nem azért, hogy följebb legyek, mert most egy tigrisnek, hogy 70 centi vagy 2 méterig. Az mindegy, ha. De gondolom, a pokok, rovarok, hangyák, amiatt jó, nem? Óriási hangyák vannak, harapnak. Mindent föl kell akasztani, mert ha útjukban a hátizsák, akkor így átrágják magukat szó szerint rajta. Ha mindent tönkre tesznek, ilyen apróságokra figyelni kell. Akkor ugye anyaszült mesztelen, elkezdtem tüzet rakni, hát ugye széthajtotta úgy, ahogy a moszkitókat, és hát aktuálisan, ha volt ennem valamit, akkor megsütöttem, ha éppen nem volt, akkor nem. És hát rád szakad az éjszaka szó szerint, isteni volt, mert telehold volt, én nagyon boldog voltam, imádom a teleholdat, átcsillik a holdfény, milliószám megjelennek a hát Szent János-szerű bogarak, cikáznak, fürtökbe ülnek. Világítanak? Világítanak, nagyon jó, mint kis neonfények, gyönyörű volt, lenyűgöző, fölerősödik a zaj, és akkor megindul ez a éjszakai zirgés-zörgés. Hát voltál egy nagyobb helyesítő. Én összetolynám magam, gyerekek. Azért, ha nem ismered az erdőt, vagy nem tudod, hogy igen, nem? Hát megtett volna nekem is a gancsos, ha lett volna rajtam. Volt olyan, hogy féltél egyébként? Mondtad, hogy ez most nem vicces? Igen, de néhány nap után érdekes, mert annak ellenére, hogy ugye aludni nem tudsz, két percenként, a parang beélesítve, tőr a melkasodon, nagy teljesítményű lámpa a kezedbe, zörgés. Megvilágítod, van-e két szempár? Legalább látod, hogy mi öl meg, nem? De hogy van-e két szempár, vagy nincs? Mert ugye rengeteg gyümölcs hullik, gajak, fák dől. De négy szempár mennyivel megnyugtatóbb, nem? Figyelj. Legalább lesz szemtanú. Igen.
még egy ha van egy paklikát, egyet leosztasz. Nézzük, egy flopot még nézzük meg. Nagy baj nem lett. Ebben az egész túrában egyébként, hogy hallgatlak téged, az lehet az érdekes, hogy azok a fajta összönök, amiket az ember itt a civilizációban elnyom magában, és szerintem nem tudnak kialudni, mert hogy mindenkiben ott van genetikailag kódolva, hogy ez egy-két nap után, vagy egy-két hét után, ha mindenki részt venne egy ilyen teljesítménytúrán, mennyire visszatalálna a civilizációból a természetes közegünkbe, mert hogy szerintem inkább ez a természetes közegünk, mint a jelenkori civilizációban élünk. Hogy ezt érzi az ember, hogy egy-két nap után, most idézőjelesen kicsit durvábbat mondod, hogy jobban hallasz, élesebb vagy, felébrednek azok az ösztönök, amik elnyomsz magadban? Itt a városban? Igen, ez nálam tudatos, mert ugye ezt a útjaim során én ezt már megtapasztaltam. Ez van egy ilyen felébredés a dologban? Tulajdonképpen ez a valódi énem, amikor ilyenkor előkerül. Ugye azért mindenki megkapja maga neveltetését, iskoláját, munkáját, örülök, stb. Ugye épülnek föl ezek a dolgok, amik valahol igazából nem te vagy. Valamilyen azért ott te úgy el vagy ásva magad kis ösztöneivel és az igazi megszületett éneddel, és akkor gyönyörű szépen visszakanyarodsz, és döbbenetes tapasztalatokhoz jutsz, hogy valójában ki vagy te. És én nagyon szeretem egyébként ezt a másik vadember énemet, és nagyon szépen át tudom magam fordítani egy nap alatt, de ilyen jellegű tapasztalatom ugyan ebbe a klímában nem volt, de ugye a nagy alap megvan, amire lehet építeni. És én itt kimegyek, kinyitom magam, és én akkor más világba egy, hát hogy hülye hangzik, más emberként élem meg ezt az egészet. Én nagyon értem, amit mondasz, tehát ez a fajta tapasztalás, ez egy olyan önmegismerés, és ez a valódi önbizalom, amikor ha megoldasz egy ilyen éjszakát, vagy megoldasz egy ilyen estét, akkor valami olyan erős önbizalom, önértékelés alakul ki, amikor valójában megismered önmagad, így nem? Így és nem a házad az autód alapján, vagy a fizetésed alapján lesz önértékelés, vagy önbizalom, hanem a te valódi személyiségedet érted meg az erdőben. Szépen így leleplezed önmagad. Igen. Önmagad előtt. És szépen az ego, mint egy ilyen kis hagyma, így lehámozódik, és egy ilyen éjszakát végigcsinál. Pötty leszel a végén, és hogy rájössz, hogy de közben utána meg baromi nagy, idézőjelesen igen, nagy. Igen, mert de itt tényleg, ahogy leépíted magad, lehámozod magad, így rájössz, hogy hát itt én vagyok a legszerencsétlenem. Gyakorlatilag mindenki többet tud mindenről, mint én. Tényleg egy szúnyog, egy banán, itt mindenki simán túlél, én meg itt vagyok ezzel a magam. Azért is érte egyébként, Balázs, amit mondasz, mert van köztetek egy másik összekötő kapocs, és ő is állandóan leszeretne vetközni a természetben. Nem tudom a srácokat látni, hogy valóban fussunk bele egyszer mesztelően a naplementébe, de az a normafámmal legyen a normafám, tehát nem akarok ki malájőserbe menni, csak... Vagy a járos egyik kiváltó. Valahogy én is szeretnék visszatalálni egy kicsit a természetben. Na most egy ilyen kaland után mi lehet a következő, vagy mi az, ami még kihívás? Jó, lehet. Hát olyan bakancs listán van. Igen? Hogy, persze. A következő becélzott helyszín egyébként namíbiai sivatag, egy nagy átkerés. Ugye fölcsillant sok a szemet? Sok a víz. Van még hely. Viszel magad? Igen, a sivatagban. Ugye, láttam a sivatagi showban, hogyha szomjas vagy, adjás ót a majomnak. Jó? Ez nagyon sem veszed. Tudod, benyúl a barlangba, beszorul a keze, aztán sót ad neki, és utána elfut szomjas, vele a víz. Elszaladod, ahol van. Igen. Az egy hány kilométeres túra lesz? 500. 500 kilométeren keresztül át a namibiai sivatagon? Igen. Ez egy ilyen egyszerű átkelés tulajdonképpen. De mi a jó, ha minden homok van? Mert itt legalább tigris. Mert itt legalább van egy tigris, van egy szúnyog, van egy medve, van folyó, de hát ez a mindenhol homok, hát ez... Én imádom egyébként a monotóniát. Nagyon jó, mert hülye hangzik, de nagyon jó befelé irányítja az ember figyelmét. Az, ha nekem egy tevékenységet heteken keresztül kell végeznem ugyanazon a helyszínen, ez nekem nagyon jó, mert szépen így egyre beljebb kerül. Viszont mire gondolsz? Legtöbbször semmire. Olyan befogadó vagy, hogy nem kell neked gondolni semmire, hanem vagy. És ugye ebbe a világban ezt nagyon nehéz azt a pillanatot elkapni, amikor te csak úgy vagy, létezel, kis szépen, könnyedén, boldogan, egyszerűen. Igen, hát ezek a pillanatok nincsenek itt ebben a civilizációban, vagy legalábbis vannak, csak nagyon tudatosan törekedni kell rá, hogy meg tud magadnak teremteni azt a helyzetet, mindig hat hogy rád, csak legyél. Valaki, így van. Beleszól, ide mész, oda mész, vezet, stb. Millió dolog hat rá, tehát nyilván le lehet vetkőzni, csak már egy tudomány, hogy eljuss olyan szintre mondjuk, hogy a metrón ebbe az állapotba kerül. Hát az hosszú évek gyakorlása, igen. De Balázs nagyon szereti a karórákat, és ennek kapcsán meg akartuk kérdezni, hogy van itt egy emblematikus toronyra rávarva a Lacinak a karjára, hogy jól működött-e, jól szuperált az erdő. Ez egy egyedileg készített direkt erre az expedícióra. Egy óra. 4,5 kiló. 4,5 kiló. Ütöttem, vágtam, meg is látszik egyébként, még malajzó sarra is rajta van, mert ugye a készítő szét fogja tenni, mert olyan szabadalmak vannak benne, kíváncsi rá, hogy ez hogy működött, hogy nem. De minek óra? Hát ott lemegy a nap, tudod, hogy este 6 óra van, nem? Nagyon furán hangzik, de nagyon fontos az óra, mi több az ébresztés. Szóval kell, hogy legyen egy menetrended, mert én is annyira bele tudok merülni, bele feledkezni az egészbe, hogy hoppá, ennyi az idő, basszus, na nézzünk valami kikötőt, vagy valami helyszínt, mert rátszakad az éjszaka,
egyszerűen nem tudsz mit kezdeni magaddal. A fura, de, és ami ugye a másik, hogy na hol áll a nap? Ez ugye nem úgy, bemérem hány óra, de nem tudsz mit bemérni. Wifi van? Nincs? Akkor nem. De végig. 3G? Most sincs? Akkor hagyjuk. Jó, mikor mész a sivatagi túrára? Akkor utána beszélnénk veled mindenképpen, mert szenzációsabb. Hát inkább előtte a biztonság. Hát előtte is utána meghallgatnánk a felkészülést, hogy mi pontosan a terv, és aztán nyomon követve téged, ha be tudsz jelentkezni akár műholdas telefonról, meg utána akkor nagyon szívesen meghívnánk. Hát ez jövő év elején, olyan február környékére gondoltam, addig a felkészülést is el tudom odáig gördíteni, ugye felszívom magam ismét. Meg hát ugye ezt le kell szervezni pontosan szépen a helyszín, meg hogy minden. És akkor a felkészülés egy, mit tudom, júniusban egy délegyházi homokbányában? Na, hogy a kispunságon botorkálsz egy kicsit. Hagyortobágyon rösszfalakat mászol. Erre nagyon felkészülni nem lehet, maximum szaunában, nem? Igen, de nagyon mókás, mert ahol én lakok kis falun mellett, annyira homokosak a földutok, hogy gyakorlatilag simán lehet a sivatagi körülményeket gyakorolni nyáron. Igen, neked van hétköznapi civil foglalkozás, tehát te csinálsz valamit? Persze. Én piacfelügyelő vagyok. Méhész vagyok, és görbefobútorokat készítek. És ebből finanszírozod ezeket az utakat, vagy hát, vannak szponzorok? Mert azért egyszerű méhészkedésből... Hát igen, ez nem az a... De figyelj csak, ha tegnap nem a tiéd volt az M5-ös adat, csak... Ahelyett, hogy ott kolbászolsz az őserdőben, inkább fogd be a méheidet az M5-ösön, ráadásul vadméhek voltak. És figyelj, szakmai jellegű kérdés, görbefobútorokat a rossz asztalosok készítenek? Vagy akik meg nincsen vinkliük, azaz derékszögük. Gondolom az életed értelme meg az, hogy te ezt hétköznapi foglalkozásként csinálod, ez persze egyfajta ilyen kis mellékes dolog. Sok szempontból inkább szponzorokat keresel, és a következő útra készülsz. Tehát ahogy látom, ezt foglalkoztam. Így van, mert gyerekekkel foglalkozok. Gyerekeknek van ez a XL Camp, kis kalandtáborokat, valamint úszótanfolyamokat. És körbe szoktad küldeni az oda látogatóknak, hogy aztán jövőre Namíbia srácok jöttek. De jó. Hát meg, nagyon klassz ez, amit mondasz. Meg amit ne felejtsünk, főállás, apa vagyok, ugye. Tényleg? És mit szól a család, amikor egy azt mondta, hogy lefűzöl 3 hónapra vagy 2 hónapra a sivatagba? Mert nekem egy balatoni hétvégén se esik. Jó, de hát tudjuk, hogy a hosszú távú kiegyensúlyozó kapcsolat alapja a gyakori távollét. Ez egyébként még ennyi év után balács. Feleség is? Mindenki? Hát, mert azért ezt az életvitelt azért kell tudni díjazni, szóval ezért ez kevésebb. Igen, meg a felkészülés rengeteg időt vesz igénybe. Szóval nekem, ha megyek, ha nem megyek, az alapvető, hogy én minden nap futok az erdőbe, tornászok, stb. Szóval nélkül nem telik el nap. Valahogy mond, mindig bevetésre kész vagyok. Jó, bárked meg mekkora tűzi játék, amikor hazajössz, mi? Az északi sark után. És a párod mit csinál? Ő nem akar egyszer veled menni? Vagy benne nincs ilyen indítatás? Jobban. Nem is azt mondja, én is vagyok. Túl veszélyes kincs a maradj. Csak a tudom, miért az, amikor a nő jönne és megpróbálod lebeszélni. Igen, csak kicsim, hagyj ezt, neked nem való. Lehet, hogy jobban járok egyedül. Igen. Na jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Beszéljünk, amikor nekivágsz az újabb túrádnak, meg pláne, amikor visszajöttél. Jó? Nagyon benne. Izgalmas ezt hallani. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Gyorsan hírezünk egy picit, jó? És utána a hármasugrás játszunk. SMS-ben lehet jelentkezni, úgyhogy jövünk egy pici szünet után. 3:49 van pontosan trafi akasztó és kiskörös között. Az 53-as úton üzente nekünk Árpi. És az egyes úton öttevényen van egy trafipax, ezt Kukori üzente nekünk. Nagyon jó arc. Ugye? Nagyon. Ugye mondtam? Laci, nagyon-nagyon jó fej. Igen. Ez a csávó mazohista, de nincs devizahitel a fejében. Imádom, írja nekünk egy hallgató. Igen. Ez rosszabb, mint az orosz rulett, ahogy hallgatom, félek. Zseniális lehet, Kamino kicsit másképp, igen, írja egy hallgató. Zseniális lehet, nem? Igen, ez főleg az ő kaminója. Amikor ott vagy, és így visszatalálsz önmagadhoz, meg a civilizációtól elzártan, így megtapasztalod azokat az ősi ösztönöket, amik így felébrednek benned, ez óriási lehet. Ez olyan tapasztalás, amiből egy életre el vagy utána. Nem? Egyet ilyet megcsinálsz szerintem. Igen. Az elég, ő meg már nem tudom, anyadik van. Ő meg nem lakott jól az élménnyel, úgy tűnik. Tehát, hogy ő még keresi ezt sokféle formában. Igen. Na, írjon nekünk SMS az, aki parkol, jó? Kíváncsi vagyok, hogy ez a rendszer ez most hogy működik. Valaki azt írja, hogy összeomlott a rendszer, a 810 már nem működik, a 763 még nem, hogy mi van ezzel az átállással? Ugye július 1-től megváltozik a parkolás Budapesten, és eltűnik a 810, a 763 lesz helyette. Aha. Aztán minden marad úgy, a zónakódok változatlanul maradnak, csak az előhívó számok esetenként ugye megváltoznak. Mármint úgy értem, hogy a 810-763-ról változik.
És hát többen írják, hogy egyelőre nem működik. Most ilyenkor megbüntetnek, akkor mi van? Ezt akartam mondani, hogy esetleg a cég is írhat egy SMS-t, hogy amíg nem működik tökéletesen a rendszer, nem büntetünk. Tehát van-e valami türelmi idő? Tehát kell küldened, nem lehet kamúzni, kell küldened, de ha nem működik, akkor... Tessék, én most parkolok valahol, jó? Te beütöm a rendszámomat, figyel, és beütöm... 763-0609, olyan van. 06, azt mondja, 20, 763-0609? Igen, az biztos, hogy van. Jó, oké. Beütök egy rendszámot, jó? Hogy nézzük meg, ez azt mondják, hogy ez mától ugye működik. 0-2-7-6-3-0-6-0-9, ez a zóna, ez van. Ez van, ez jó. Van. Ott vagyunk. Üsd be azt, hogy MNB 001, és akkor Gyuri bácsi tud parlani. Az a baj, neki megadja a rendszer. Már nézés. Ismerős a rendszám. Jó, ott állunk a 0609-es zónában. Jó, nézzük meg. Uh-huh. Mától ez a dolog, ez ugye változik, új parkolási rendszer van, elküldöm. Jó, 8 óra 48-kor elküldve. Várjál, nem, rossz, várjál, oké. Okay. Mondd még egyszer. 763. Várjál. 06 20. 763. 3, igen. 0609. Ez létező, és akkor egy rendszámot. Igen, rosszul írtam be a rendszámot. Aha. Jó, elküldtem. És már jönnie kéne a vissza SMS-nek? Mi jönni kéne a vissza SMS-nek, az egyelőre nem jön. Most a 810-re, ha elküldöd, ugye a régire ott azt írja, ha még valaki a régit küldi, hogy tisztelt ügyfelünk, ezen a hívószámon jelenleg nincs elérhető szolgáltatás, ezért üzenete nem kézbesíthető. Aha. Tehát a 810-re ez megy. Azt lekapcsolták már akkor? Azt lekapcsolták, igen. Viszont az új... Az új, ez viszont nem ír semmit. Aha. Na most, ha most valakit megbüntetnek... Igen, a parkoló alkalmazás az ma frissül, ugye van parking alkalmazás, tehát az letölthető. De most, ha én ott állok, akkor nálam kell, hogy legyen apró? Hát igen. És ha nincs, és megbüntetnek? Hát, jó, akkor ne parkoljak, értem, ha nincs apró. De mondjuk elküldöm ezt az üzenetet, tehát hogy én jogkövető vagyok, elküldöm. Nem jött vissza a üzenet nektek, jött vissza SMS? Bármi. Szerinted ilyenkor, hogyha például mondjuk a telefonodon be van állítva, hogy az elküldött SMS-eket is eltárold, akkor igen? Az bizonyíték erejű? Hát elvileg nem, mert a parkolás csak akkor indul el, ha te megkapod a visszaerősítést, megkapod a megerősítést, és megkapod Ha ez technikai okokból kifolyólag nem valós, akkor azt neked látnod kell. Kessér venned kell, akkor parkoló. Akkor neked látnod kell. Tehát nem az elküldéstől indul a te parkolásod, hanem... A megérkező SMS-től. Most van egy zóna, ahol elindult. Igen, ez volt a régi, az nem indult el, és a 3026-os zónában elindult. Tehát ott például indul, de nekem a 0609-es zónában nem indul el. Az tehát baj. Az nem indul el. Jó, legalább egy-két zóna, ahol már elindul, az jó. Neked jött vissza üzenet? Nem, én most a parkolásosat frissítem, hogy vajon ők írnak ők ma frissítenek egyébként. Aha. Ők ma frissítenek. Ne tessék ma büntetni, azt javaslom. Tehát, hogyha szimpatikussá szeretnének válni az állampolgárok előtt, kedves üzemeltetők, akkor szerintem ma ne büntessék. Ma legyen egy ilyen. Ha ez szempont. Szabad. Nem tudsz elindítani egy szolgáltatást, akkor ne a szolgáltatás használót cseszegesd érte. Ugye? Hát, ha nem zöggerőmentes az indítás, igen, akkor mindenféleképpen. Igen. Tudjuk, hogy az a rendes magatartás, hogyha SMS-ben nem tudok venni, akkor veszek készpénzért, de mondjuk valakinél ma pont nincs 300 forint, akkor tekintsünk már el tőle. Például a 0609-ben, ahol én is megparkolni. Ma mész oda parkolni? Persze, hát legyen nálad apró váltassal itt a büfébe, mert nekem azóta nem jött vissza üzenet még. És annyit se ír, hogy ne haragudjon a rendszer, még nem üzemképes, vagy nem... Semmit, elküldtem 0-2-7-6-3-0-6-0-9, nem, érdekes. Semmi nem jött vissza. Lehet, hogy nem automatikus, hanem diszpécsere kírják be, és kicsit lassabb. Elnézést, kedves uram. Kedves, nem sajnos. Na jó, megnéz, várom még egy kicsit. Jó, hármasugrást játszunk már is valaki, nem? Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló! Zsuzsi! Igen! Hello, Zsuzsi, jó reggel! Így, jó reggel! Hello! Végre sikerült bejussak a játékba. Na, mióta próbálkozunk? Hát, mióta, nem is tudom, megszűnt a Sláger Rádió, azóta titeket hallgatunk egyfolytában. Köszönjük! Úgyhogy
Sikerem van, örülök, teljesen zavarba vagyok. Látod, Zsuzsi, mit csinálsz? Dolgozol? Én optikai műszerész vagyok, igen. Oh. És dolgozunk. Hát így Budapesten, KST-ben egy MOM-nak egy cége, ami utócége, és itt mindenféle optikákat gyártunk. Csak a horoszkópok, vagy periszkópok, vagy mi az, hogy van? Távcsöveket. Mikroszkóp. Mikroszkóp, igen, és távcsöveket gyártunk, igen. Igen, hogy hát ahhoz annak az optikái. Újabb ember, aki beállítja a távcsövedet. Hát, miért csiszolja? Ahhoz érted, Zsuzsi? Távcsiállítás, hát, elmagyarázás? Vannak itt kollégák, akik értenek hozzá. Az jó lenne, mert szépnek szép, de nem tudom használni. Uh-huh. Meg már lassan elavult. Sőt, van nekem egy főnököm, aki a csillagászati távcsövekhez ért, és annak vannak rengeteg ismerősei. Na. Ami neked van távcsöved, amiről beszéltél a múltkor. Hát van. Csak kéne valaki, aki kijön és elmagyarázza. Mám, hát, hogy kell használni. Hát, na, még a belenézés, ez csak annyira homályosott minden, meg annyira sok mindent kell állítani, hát, szögeket. Vagy... Rengeteg mindent. Megtapisztátok a objektíveket is, minden, de hát biztos, hogy meg lehetne ezt is oldani. Hát az objektivitás alapja a tapizás. Tapizunk mi minden, Zsuzsi. Hazamegyünk és csak tapizunk, igen. Hát igen, jó. Hát ez a fiú. Na igen. Bizony. Milyenek a kérdések, Jani? Szó. Főleg, hogyha többen vannak. Menni fog. Hát van egy-két kollégám, kolléganőm, majd itt kiaválnak nekem a rádiótól, hogy ha nem tudok valamit. Na, meglátjuk. Mehetünk? Oké, mehetünk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik ország egyik tájegysége a pósíkság? Hát Olaszország. Így van. Valaki már nagyon cukin kiabálta. Igen, a kolléganőm. Igen, az Ildikó. Mehetünk tovább? Mehetünk tovább, igen, próbáljuk meg. Második kérdés, az így szól dedikált egér alátétért. Melyik ital magyarországi gyártásának kidolgozása fűződik Jedlik Ányos nevéhez? Szóda. Így van. Ildikó? Ildikó, természetesen Ildikó. Mert én izgulok, és ők gondolkodnak most. Érdekes egyébként a sztori, mert hogy a rendtársait akarta meglepni azzal, hogy egy ilyen kis szódaüzemet sikerült csinál. Igen. Jöhet a harmadik kérdés? Próbáljuk meg, vágjunk bele. Így szól a harmadik kérdés. Hogy hívják a rajzfilm és képregényhős Garfield macska kutya barátján? Hú, Ubul, persze. Nagyon jó. Ildikó? Ildikó is, és még a többiek is. Ügyesen a fiúk, lányok, így együtt vagyunk. Zsuzsi, megvan az ajándékcsomag. Jaj, hát nagyon köszönöm szépen. Látod, hogy megérte kivárni? Hát igen. Sokat vártunk, úgyhogy nem szoktam ugrálni, de mondtam, hogy ezt az ugrást megteszem, hogyha sikerül. Na jól van, ügyesek vagy, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Csáó. És további szép napot, csáó. Köszi, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Olyan jó volt ez a 0609, amit mondtál, Feri, hogy ilyen körzet nincs is. De ha van, akkor a 10.000-es befogadhatunk. De most elhúzz föl magad. Hát írják a hallgatók, hogy nincs, és ráadásul azt írják, hogy a középső két szám jelzi a kerületet. Okay, tehát a 0609 az nincs. Na jó. 09060 azt mondják. Igen? Fogadjunk 10.000-be. 0-9-0. Na, hát azt mondtad, hogy merek-e fogadni 10.000-be, akkor fogadjunk 10.000-be. Fogadok vele 10.000-be, hogy nincs ilyen. Na, tartod? Nem. Hát most akkor már most nem. Mit keménykedsz? Nem, miért? 0-9-0-6. 0-9-0-6, a középső kettő jelzi a kerületet, persze. Aha. Tehát a 0-6-0-9 az nincs. Tehát én várhatom itt de a visszajelzést. De miért nincs az, hogy 0-6-0-9, ha 0-9-0-6 van? Azért, mert az első kettő jelzi a kerületet, és a 0906-ok az a 9. kerület. De ez meg a 0609, az meg a 6. kerület. De a második szám. Tehát mind az ha egy első kerületben vagy, akkor az első szám jelzi a kerületet, érted? Tehát ugyanúgy, ahogy az irányító számnál az első de kettő... De ha 09 igen, van, az a 9. kerület, akkor 06 miért nem jó, lehet? Akkor küld el a 0906-ra, és nézd meg, hogy visszajeleze. Hát de most minek küldjen? Hát mert azt mondod, hogy akkor azt mondod, hogy a 0609 is, hogy nincs ilyen. Hát most írják százal, hogy nincs ilyen, most mit csináljad? Igen. 09060 van. Tehát ha egy számjegyű a kerület, akkor a második szám akkor jelzi a kerületet, szám. Nem a harmadik akkor szám. Azért nem lehet. Tudod mit? Akkor küld a 0906-ra. Hát ez, de akkor na, mi van? Akkor most nem fogad? Hát most már tehát így nem. Így várhatjuk a visszajövő SMS-t, ha rossz az, amit beütöttünk. Hát ne haragudj, én úgy emlékeztem, tegnap parkoltam, segíteni akartam rajtad, most csesszél le. Nem cseszlek le, hát csak miért nem fogadtunk? Hát akkor... Mert nem mertem. Akkor... Én már így is tartozom neked egy csarakat pénzzel. Nem akarom dezinformálni a hallgatókat, tehát nem mondjunk olyat, ami... Bocs.
akkor, ami nincs. Akkor küldjük el a 0906-ra. Igen. Most mit mutatsz nekem? Az nem az, basszus, ne legyetek hülyék. Hát 0609 nincs, de te a 0906-ot mutatod. Null, az van. Bejön a Tibi, és ő is elkezd okoskodni. Annyira szerete. Van 0609, lerakja elej, és mutatja a 0906-ot. Jó, hát összekevertem, tegnap parkoltam. Nem veled van a baj, most már ide jön okoskodni ő is. Elküldöd a 0906-ra? El, basszus, hát most már. Mi a szám? Ákos, mi van? Működik a rendszer? Na, az a helyzet, hogy 10 perce telefonálgatok. Most leírtam a Nemzeti Mobil Fizetésű ZRT-nek a kapcsolattartó igen számát, és beszéltem egy nagyon kedves hölgyel, aki viszont arról felvilágosított, hogy ha nem regisztrálva vagy, tehát nem vagy regisztrálva a Nemzeti Mobil Fizetési Rendszerben, hanem csak leállsz, mint egy mezei polgára, hogy most is teszed, valahol igen elküldöd az SMS-t, és nem jön vissza semmi, akkor ott mindig a szolgáltatót, az aktuális szolgáltatót kell erről megkérdezni. Mm-hmm. Gyerekek, biztosan biztos. Szolgáltató. Én a 0609-re küldök egy stoppot. Jó. Jó. Aztán hát, kijöjjön, hogy 4000 éve parkoló. 0906 zónában a személygépkocsi parkolása elindult. Na. 175 forint per elnézést kérek. Hát akkor bocsánat, van 0906-ban. Jó, ne, legyél hülye már óra, ebből biztos a vonák iskolák meg utak épülnek majd. Gyerekek, én egy stoppot elküldtem azért. Nekem ne, még ha nincs is olyan kellett. Én leállítottam a nem létező parkolásomat. És akkor mi van? Tehát, hogy nem jön vissza SMS, akkor dobjak be aprót, és menjek be a szolgáltatomhoz? Igen, nekem azt tanácsolta, hogy a szolgáltató, hát vannak ilyen 12, 10, 20 akármi, nyilván az aktuális szolgáltatónak ez a száma, mint a hibát bejelenthez, de hogy ne enged, hogy visszaküldjenek hozzájuk, mert az ő rendszerük működik. Nekem most nem jött vissza a 3011-es. Olyan van? Olyan van, az biztos, biztos hogy van. Az a hatodik kerület. Bocsánat, első kevetés környéke. Igen. Onnan nem jött vissza. Tehát ott is akkor az van, hogy nekem, hogyha most ott lesz a kis Mikulás csomag, akkor a szolgáltatómon keresztül kéne a mobil szolgáltatón kérdezgetni, hogy akkor mi volt a helyzet. Csak ezzel megint az a gond, hogy ugye kiadta ott a helyi önkormányzat valamilyen cégnek ezt a parkolási rendszer fenntartását, aki viszont azt mondja, hogy bocsánat, de nem használtad a szolgáltatást, mert ugye hiába neked nem jött vissza az SMS, az a te szolgáltatód baja, én ezt fenntartom, ezt a rendszert, nem fizetted ki, kérem a pénzt. Na. Tehát akkor jöhet az úriember, tudjátok, aki nem szokott fizetni sehol, és aztán rohangál a bíróságokra. És meg is nyeri egyébként. És meg is nyeri, hát és meg is nyeri. Hát tesztelhették volna előtte, mondjuk fel annyit, mint a Bubit, és akkor biztos így. Na jó, de az akkor működik, amikor te megkapod a visszajövő SMS-t. Tehát arra te nem foghatod, hogy te elküldted, de nem jött, de utána nem csináltál semmit. Tehát ha nincs meg a visszaigazoló SMS-et, hogy Budapesten az ilyen és ilyen zónában akkor elindítottuk a parkolást, hát 400 forint plusz 75 forint. Neked meg elindul, hát ez... Igen. Jó, gyerekek, félig működik, félig nem működik. Apró. Ez a helyzet. Mindenki vigyázzon. Így van. Jó? Ne imádkozzatok, hogy a jó felébe kerüljetek. Igen. Na jó, 9 óra van. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 13 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk Budapesten. A Váci úton trafi van a Lehel tér és a Dózsa-György út között. A kifelé haladó forgalmat mérik, ezt John küldte nekünk. Veszprém előtt mér a Yard, méghozzá Székesfehérvár felől érkezőket egy fehér Skodából a 8-as úton, M3-as Nyíregyháza felé 155-ös kilométer kocsiból trafiznak, Laci üzente, és az M2-es Sződligetnél egy sávra szűkül, a forgalom felváltva engednek mindenkit, úgyhogy ott is dugó van, valamint az M3-as 182-es kilométernél mérő autó van, ez Sörös Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen. Most nézem a Facebook oldalonkon az a bizonyos terhelő bizonyíték a gyerekkorodat illetően 8351 like-nál tart jelenleg. Imádják. Imádják 354 megosztással, ez már egy picit azért azt gondolom, hogy a sok. Hát igen, hogy úgy mondom, ennyire kellemetlen. Ez volt ez a műsor egyébként, ahol voltam. Figyeljenek, 2,5 méter magas. A kerülete 2,17 méter. 2 évvel ezelőtt töltötték tele Angliába. Hány liter sörrel? 225 és fél literrel? És amikor tapsolok, abban a tapsban én is benne vagyok. Literrel, vagy 625 és fél literrel? A tippeket a következő címre kérjük. Leg-leg-leg, Magyar Televízió, Budapest 1810. Na most? Nos, hát a sörrekord... Nincs taps. Na! Ott ülök. Veszkó csizma, betűrting. Nagyon, de mindenki nagyon jól van felöltözkedve, csak jelzem, hogy egyébként a tőled balra ülő kislány például melvértben van. Megismertem, ez 1992 vagy 93,
amikor is már a gimnáziumi osztálytársaimmal voltam, mert ott ül egy-két gimnáziumi osztálytársam. Elvittek minket leglegleg felvételre akkor. Valószínűleg az iskola egyfajta gyerekkereskedelemmel begyűjtötte az ezért járó közönség pénzt, ugye? Fejenként nem tudom, mennyi fizetett a Magyar Televízió, amit mi nem kaptunk meg, csak elküldtek minket, statisztának kiszervezett a gimnázium. Ez micsoda? Ez gyerekmunka? Ez az. Büntetendő. Érted? Tehát a Magyar Televízió fizetett az iskoláknak valószínű díjat a statiszták után, akik tapsolnak. Ezt mi nem kaptuk meg. És tehát az iskola valószínűleg benyelte. Azt én most visszakérném, mert rohadt sokat kamatozott. Aha, de abból festették ki az ebédlőt. Érted? Kiderül nem sokan. Igen? Ám előbb, ha megengedik, átadnék önöknek egy születési értesítőt. És mutattak születő békákat. Hol tartott a televíziózás? Hol tartott a televíziózás? Az 1993-ban. Az ott egyébként a Balázs mögött élő kislányon pápai engedéllyel ördögüzést hajtottak még. Többek szerint ő egyébként Erdélyi Mónika. Igen. De csak szeretném megmutatni, hogy nézd meg, hogy tapsolok, figyelj. Megpróbáljuk majd a videót is föltenni a Facebookra. Figyelj, mindjárt jön a taps. Aha. A természete furcsa fintora még az évtizedek óta krokodiltenyésztéssel foglalkozó farmereket is meglepte. Kétfejű krokodil született ennyi a lényeg. Talán mindkét ikertestvér túléli a szétválasztást, és így a ritka állatokat bemutató Kurána Park fehér krokodiljával együtt csodálhatják meg az ikreket a turisták. Most érsz. Mutatom. Ausztráliai csodabogarak. Mert hogy csodabogarak kerestettek a Városligeti Ott ültem. De miért nem tol be valaki? Veszkó cizma. Veszkó cizma. Csatos Veszkó cizma a farmer és betűrtim. Na jó van. Oké, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy zsakuzinban nem találod, hol vagyok. Keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már óviban verset írtam egy taknyó seppire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hú! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Nem csopálkozta protekciós, hát mi paprika negyedelésen voltunk barátom. Tehát minket ugyanígy kiszerveztek diák munkára, de nem a tévébe ültem ilyen bértapsolónak, érted, bértapsnoknak, hanem... Csumáztál. Beküldtek a konzervgyárba, azt csumáztál, ott meg negyedelted a rohadt paprikát, figyelj, a végén a paprikát szerintem felnőtt koromban tudtam újra megenni, úgy megutáltam a rohadt paprika szagot. De ehhez képest elsősorban tapsolni a leglegend gimnazista korban, benyel az iskola, hát az ráadásul relatív, te azért korosztályosan baromi csinos voltál, azért ez az ingi, nem emlékszem nagyjából erre az időszakra, azért egy ilyen ingérén annak idején letagadtam volna a fél családomat. Hát farmerrel meg Veszkó csizmával együtt nagy nem hasít annyira, csak az ingő magában jó. Most ezt nekem mondod, aki feszülős bicikligatjába jártam be a gimis tornaórákra. Tudom, én is úgy néztem az Invicta hátizsákosokra, mint az istenekre. Volt egy Invictát, hát a legnagyobb király volt a Invicta, megvan hátizsák. Hát gyerek, abban is sose volt. Pólom. Nekem sose volt Invictám. Invicta hátizsák. De egyébként nem csinos, én szegény voltam, én nem is hallottam róla. Nem csinos, hanem elsősoros. Jó? Elsősoros, legleg tapsoló. Elsősorban berakták a nyallert azért a protekciós, mi meg ott negyedeltük a izébe valami sötét zúgba, berakva, láncra verve, negyedeltük a paprikát valami konzervgyárba. A mellértes kislány és a függönyhajú előre, a megszállott hátra. A megszállott. Na, hogy kicsit akartam veletek beszélgetni arról, megtapasztaltam most, milyen az, amikor egy rajongó elpártol tőled valami okán. Ti mennyire vagytok haverkodósak általában egyébként, a találkoztok rajongókkal, akkor te nagyon megálltok, nagyon beszélgetsz, megöleled. Most morning show-s eseményen? Nem eseményen, mondjuk akár, hogyha még civilbe találkozol, és odajön, hogy Balázs, akkor megöleled, nevedre veszed, adsz egy kis készpénzt, megeteted, megböfizteted. Igen, így megsimogatja, megfizilgatja. Aha, már amit szeretne, nem? Hát a fotó, amit szeretne? Hát kivéve a családdal vagyok, akkor nem. De hát a fotó aláírás, ha családdal vagyok, azt nem, akkor nem szoktam fotózkodni. Hogy azt a Benny, nem, azt nem akarom, hogy a Benny lássa, de amit szeretne, tehát ez szerintem egy másodperc, ez belefér. Nyilván, ha nem olyan stílusban jön oda, hogy neki mindent lehet. Tehát azért ember és ember között is. Szeretném elmesélni, hogy te egy évvel ezelőtt beszéltetek a műsorban, és így nézel. Igen. Hát tesó, sok mindenről. Igen, attól függ szerintem, hogy milyen stílusban kéri meg, hogy mennyire agresszív. Ha nagyon, akkor az ember kettőt visszalép. Ha normálisan, akkor szerintem az a semmi baj nincs, ha valaki odalép.
De mi volt tapasztalás? Hát abszolút, mentünk egy fellépésre, és kísértek oda a színpadhoz, menni kellett már fel a színpadra, idő volt. Kísérnek oda, és oda szalad egy lány, hogy tömikém, csak egy fotó, de elég ilyen rámenős, ilyen nagy dumával. Mondtam neki halálugdvariasan, hogy ne haragudj, persze, utána lesz autogram is, és fotózkodás, de most rohannom kell fel a színpadra, mert idő van. És mondta, hogy hát, igaz, amit róla a Danubiusban mondtak, hogy egy büdös nagy bunkó vagy. Gyorsan leírt. És megmondom őszintén, hogy annyira meglepődtem, hogy az, hogy büdös nagy bunkó vagyok, nem is akartam javítani, igazából csak annyit tudtam neki javítani, hogy nem Danubius, hanem Klassz FM. Vagy ő már a Danubiusban van. Ő már régóta tudja, hogy én egy büdös nagy bunkó vagyok. Ráadásul még ki is javított. Hát ezek után. Hogy ilyen párfordulást láttatok, amikor hirtelen a nagy rajongó egy picikét elfordult? Tehát mondjuk egy ilyen félre sikerült fekete-fehér igen-nem betalálásnál az gyorsan kést ragadnak a hallgatók, nem? Nagyon könnyű. Magad ellen fordítani? Kiszeretetni magadból, igen. Rosszat mondod ezt a kedvenc zenekarára, kiderül, hogy nem tetszett az a film, nem egyezik a véleményetek, szerinted a Suzuki sokkal ez a gond, és a terer autósokkal, vagy terepjárosokkal az a gond, egy pillanat alatt elfordult tőled mindenki, aki mondjuk még tegnap még csípett. Aztán másnap mondasz fel, ami jött, amivel egyetér, akkor utána megint imád. És a szeretet és az utálat az egy héten belül 6-szor meg tud fordulni egy-egy hallgatónak. Ezért van az, hogy amikor azt mondod, hogy barát, akkor te egy minőségi kategóriára gondolsz. Egy olyanra, akik jobban, rosszban együtt vannak veled, akkor is, ha éppenséggel nem értenek veled egyet bizonyos kérdésekben. Csak számomra mondom, az volt ebben a megdöbbentő, hogy ott áll tőled fél méterre, szalad oda, hogy az autogram és a fotó, megkéred, hogy légy kedves, gyere már a koncert után, akkor van rohanunk, és pacekba fél méterről lebüdös nagy bunkóz, úgyhogy előtt autogramért szaladt. Hát ez egy ilyen tipikus emberi jelenség, vagy egy univerzális dolog. Hát ugyanaz van a futballrajongókkal, hogy szeretik, amíg az ő csapatukban játszik. Imádják, átigazol, és elmegy, megölik. És fölgyújtják a házát, megfenyegetés, meg akarják ölni. Tehát nincs valódi szeretet, addig szeret, amíg te úgy viselkedsz, hogy ő szerethesse. Ha valamiért teszel, mondasz. Beszéljél már a Balázsral. Igen. Nem raktad? Törpe. Nem, az úgy indul, szia drága Jani, beraknál egy észidészit, nem, te törpe. Nem rakottál egy törpe. Komol. Ugyanez, ezt minden nap megkapjuk, persze. De nem törtél össze nagyon. Hát egy picikét megvisel, de azért most el akartam mondani, hogy bárki, akinek nem adok rögtön autogramot, vagy nem fotózkodom levele, azt tudja, hogy már a Danubiusban is megmondták, hogy büdös nagy bunkó vagyok, jó? Tehát, hogy ne is kelljen keresni az igazságát, de jelen pillanatban nem a büdös nagy bunkóságom az, ami böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na... személyes történetet szeretnénk megosztani veletek. Miért ez előzött? Mesélte neked valaki? Vagy? Igen, az előzőt olvastam a Hafota magazinba, igen, mint tréfás rövid történet. A hivatalos verzió szerint az unoka testvéremnek rendeltem születésnapjára egy ilyen netes cégtől játékot, ajándékot. Gyakorlatilag az történt, hogy egy repülőszimulátorhoz rendeltem magamnak joystickot. Tehát, hogy ez a valóság. Rendeltem egy ilyen netes, mennyire rendelősek vagytok? Rendelgettek ilyen csomagküldős... Hát inkább a nőink, nem? Igen. Mi csak az elszenvedői vagyunk ennek. Inkább te se rendelsz, Jani? Néha szoktam, de nálunk elsősorban a nővérem az, aki rendelős, csak mi veszük át. Na, az a másik hálás. Mindig ránk szervezi. Na, tehát megrendeltem a barom jó kis joystickot, a jó kis repülőszimulátoromhoz, hogy magányos estében tudjam támadni, a nem tudom, lejátszani a... De ez még Commodore vagy? Nem, ez a PC? Nem, a laptopomon van, megmutatom neked, elájulsz, olyan grafika van, érted, hogy belekábulsz, virtuális valóság, megrendelem a joystickot, oda van írva, hogy 2 nap. Tehát, hogy 2 nap múlva megjön. 1 hét múlva úgy megcsörgettük a céget, hogy van-e terv, tehát hogy tervei között szerepel-e, hogy kiküldik. Ezt a joystickot ugye felháborodva elmondtam, mert mondták, hogy rögzítik a beszélgetést, előadtam tudtál unokaöcsémnek ajándék, micsoda presztízs veszteség, tudod, előadtam magamat. Mondták, hogy nem sokára jön, nem tudom, 12 nap, megszámoltuk, 12 napra jött 2 nap helyett a dolog, és ekkor jön a finom pikantéria. Mondják, hogy már a futárnál van, semmi más dolgom nincsen, mint reggel 7 és este 6 között otthon tartózkodni munkanapon, mert bármikor jöhet a futár. Ugye finom?
Ezt úgy utálom. Semmi több. Csak annyi dolgot van már 12 napra, a kétnapos ígéretet, hogy reggel 7-től este 6-ig legyél kedves munkanapon, otthon lennél bármikor, jöhet az örömteli pillanat, hogy csönget a futár a Jojo-val, és akkor lehet játszani. Igen, megértem, hogy nem tudják belőni egyébként, de ez a 9 és 2 óra között, tudod, jön a mosogatógép szerelő, viszik el a szőnyeg, bármin, mikor? Hát uram. Reggel 9 és este 4 óra között. De hogy úgy tudunk... Hagyjad egy... magának egy pici port. Tudunk szűkíteni, hogy legalább egy 3 órás időintervallumra? Ja, ne, hát az, azt hogy? És ettől a szebb az, amikor a kábeltévészerelőt kihívott, ha nem vagy csókos, az szintén úgy vagy megérik, hogy jön, a fél soha nem jön, de amikor egyszer jön, akkor tudod, hogy buzgóságból másfél órával korábban jön, mint ahogy várnád, nem vagy otthon, kapsz egy cetlit, hogy itt voltunk. Hmm. Nem, igen. Ez akkor a legpigásabb, hogy a non-stop dugulás elhárítás. 6 órán belül. Tudod. És olyankor azért mit csinálsz, egy vödörbe? Vagy hátra mész a kertbe? Átkérdezkedsz a szomszédhoz. Ugyanígy jártam én is, non-stop kazánszerviz, megint megadta magát a kazán, szombat délután. Uram, hát csak nem képzeli, hogy van alkatrészünk, két fő reggel kellene. De meg ne haragudj, itt volt az ide, hogy non-stop kommunikál. Non-stop kazánszerviz. Hát délután 4 óra van. Hát honnan szerezek alkatrészt? Hét fő reggel. Ültünk ott, hogy sábor van. Felszedtük a parkettát, ültünk, mert nagyon felszomod, de hétfő reggel. De jogos, van, de van erre megoldás, na. Mert és ebből pénzt is tudnánk csinálni. Baromi egyszerű, mi tehát csinálunk egy morning show, nyugdíjas, futárszolgálat, váró rendszert, fölépítjük, föltérképezzük az opcionális, a felhasznált a nyugdíjasokat, ugye, aki egész nap más sem csinál, mert tényleg otthon van, kötöget, nem tudom, és vagy az majd a kirendelet házhoz, vagy a környékeden lévő mondjuk utcába, vagy nem tudom, regisztrált nyugdíjas, akihez be lehet vinni, aki egész nap otthon van, aki be tudja várni ezt a küldeményt. Mert ugye ráadásul ezek a futásszolgálatok nem viszik be a postára, hogy te lemehessél egy ilyen cetliben és kivás, mert ugye semmi köze nincsen a postához, hanem visszaviszi a raktárba, és utána újra hozza. Tehát mi megalkotjuk ezt a hálózatot, hogy fölkérjük az ország összes nyugdíjasát, regisztrál egy rendszerbe, és vagy te viszel magad, hogy ott kötöget szépen a téli kertben állad a nyugdíjas mamika, és szépen ő megvárja, közben ott eliszokat, elkávézgat. De neki nem kell kimenni helyszíre, hát vannak ezek az úgynevezett átvevőhelyek, hogy a néni adja meg a címét, és te, amikor megjött a joystick, a néni szól neked, elmész a nénihez este 9-ig, neki ki kell adnia, vagy éjfélig, vagy bármeddig. A néni a pikpak pont. A néni a pikpak pont, igen. Balázs. És ott te szépen ezt elhozod. De ne szomoríts el, hogy ez egy létező rendszer. Vannak átvevő helyek, hát elég sok. Van ilyen. Igen, van ilyen. A benzinkutakon, amik egy része például éjjel-nappal üzenek. Igen, ez egy olyan 13 éve már feltaláltak. Nem olyan durva. De miről hitelt vettem föl erre, hogy mit világszabadalom meghúzzuk. Ezt ebben ne vágj bele. A 4000 csomópont van Budapesten, ahol az úgynevezett átvevő helyeken neked átveszik, és te odamész és elviszed. Ebben elég sokan csinálják. Boltban veszed át, csomagköldő és pikpapon. Tegnap azon szorongtam, hogy mikor nyit a szabadalmi hivatalért, tehát hogy egy lezárt borítékba ezt be tudjam rakni. Engedem. Félve kérdezem meg, hogy ez a fajta futásszolgálatos, vagy egyáltalán ilyen jellegű ügyfélszolgálatos magatartás jogosan böki a csőrömet. Jó lett volna, csak az ötleted egy kicsit tönkretette ezt a dolgot. Vagy most tehát, ez már majdnem egy hármas szintű teljesen jogos csőrbökés, de ez az csak ötlet... egy megoldást próbáltam kínálni a krízisre. Vízére működő mellé. Ötlettel ide beesel, érted, negyed tízkor, hát ezt hármasra nem tudom egyes adni. Egyeske? Ez egyes? Hát, nekem az. Hogy 9-től 6-ig jön a futár, ez is egyes? Hát max 2-es, de csak azért, mert tudom, hogy mekkora stressz az, amikor nem jön a futár, és átveszed, és a Vikiot idegeskedik, és nem, és másnap jön, és legyél otthon ebben az időintervallumban, nem tudod megoldani. A max 2-esek akkor, hogyha nem tudtad, hogy a telefonszámodat is meg kell adni, vagy jó, ha megadod a rendelés mellé, mert akkor fel tud hívni a futár. De nem, hívtuk a futárt, nem igaz, hívtuk a futárt, mielőtt megnyomod az egyet, száradjon le. Egyesztő szám, 30 órában csörgök is, majd kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. Ha nem hozott be ezt az alapítsuk, mi is ilyen pick-up rendszert megadom, de így, hogy egy 10 éve létező dolgot próbálsz úgyként eladni. Az a megoldás volt, az hogy vehetted hozzá ehhez a fájdalmas problémához? És ráadásul fölhívtuk a futárt, ezt is el kell mondjam, és mondta, hogy már magyaródon van, mindjárt jön, 4 órát vártunk rá, amikor feladtuk. És egyébként, mikor kihozták, annyit nem mondtak, hogy bocsánat, hanem egy mosolya hozták ki, hogy megjött. Mi ebből a tanulság, ha lenne normális munkahelyed, be tudnád oda rendelni, ugye? Tehát tessék elmenni napi 8-at dolgozni, berendeled a munkahelyed, azt meg vagy ott. Azt ott leteszik a csomagot. Büdös volt bemenni Magyarországra. Jössz, mész, ott csak fellépegetsz, meg ide mész, oda mész, Róna utca, stb. Legyél minden helyen. Rendeld be a Róna utca. Az edelényi Hakni helyére oda rendel, azt szépen oda meg kell hozni. És így be, hogy egy átvevő új fritkó. Igen. Szemetek. Ha nincs Kárász Róben. Őszinte leszek, nem úgy látom, hogy ez a böki a csőröm rovat üzemeltethető. Itt kezdek szorongani. Ne hogy az életértelmét kell, hogy behozzam. Jó, szépen indítottad, de visszaestél.
Tehát az, hogy hoztam rá egy megoldást, azzal elhibázta. Az egy nagy hiba. Szemétláda. Jó, de nem azért húztam az időt, a rajongókkal való kapcsolatom feltárásával, a futárszolgálatok elemzésével, mert nincsen valami magvas a tarsolyomban. Ugye nincs? De van! Na hát ezt jól megúsztuk. Igen, ezt jól betettük. Tényleg, találtam egy baromi jó dolgot, ami megmondom, tudjátok, hogy én a hosszú távú elköteleződés nagy híve vagyok, ugye? Nem, de most már kapizsgáljuk. Igen. Hogy én a hosszú kapcsolatok, ugye a monogámia, a hosszú távú elköteleződés, ugye? Az, mint te vagy. A szerénység, a monogámia. A szó jelentésével se vagy tisztában szerintem. Most olvastam. Nem, a párom próbáltam megtanítani nekem idefele jövet, igen. Hogy van egy kis rendszer, amivel a kínaiak szeretnék egy picikét megreformálni a házasság intézményét, és azt gondolom, hogy a házasság előtti szerződést az egy kicsikét már elavultnak találják, és találtak helyett egy jobb rendszert. Ti mennyire vagytok híve egyébként általában ennek a, vagy bármelyikötöknél fölmerült egyébként a szerződés gondolata, ez a házasság előtti szerződés? Eszembe nem jutott. Nem, én azt nagyon... de nem is házasodtam. Ez egy jogos rohadt praktikus mázlista. Ezt szerintem az egy szörnyű dolog. Szörnyű, nem? Az szörnyű. Hogy drágám, szörnyű. Nagyon szeretlek, na nézzük, volt két pár cipőd, egy rádiód, egy két kazettás magnód, egy nem tudom mi. Ha ennyire félsz, akkor minek vágsz bele? Az egész már szerintem kicsit végét. Megöli. Igen. Ez picit nekem olyan, mint amikor egy sírkőre felvésik még annak az embernek is a nevét, aki még nem hunyt el, sőt a fényképét is felrakják rá. Tényleg. Ez abszolút így van. Ezt én is így gondolom. Értem, hogy az ember félti, amiért megdolgozott, és hogy ne vigye el majd a végén, de akkor meg nem tudom. Valójában fura. Úgy mész bele egy kapcsolatba, érted, hogy már azt vizionálod, hogy vége lesz. Igen. Ugye? Ez a szeretlek, de azért készüljön föl arra, majd mi van, ha nem, tudod. Szeretlek, de azért nézzünk már egy listát arról, hogy pontosan mit hoztál, mert annyit viszel bogaram. Hát, hogy azért de, az de, nem de nem, ez egyébként meg ráadásul, ezért például rám lehet követvetni, vagy esetleg megszólni, vagy egyet nem érteni velem. Igen, szaladjunk előre, jobb most. Eddig szerettelek törpe. Egy büdös nagy bunkó. És törpe. Hogy szerintem ez a közösen szerzett vagyon lehet, hogy ebben a formában nem igaz, tehát hogy a szó direkt értelmében, hogy nem együtt keresték meg nem együtt dolgoztak meg érte, de én igenis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy te mondjuk pénzt tudjál keresni, te mondjuk egzisztenciálisan helyre tud tenni a családodat, igenis kell az a stabil érzelmi háttér, vagy nem úgy lett volna, vagy nem annyi lett volna, nem, vagy nem úgy ment volna az egész, ha nincsen egy normális kapcsolatod. Tehát az érzelmi háttérnek nem működik semmi. Semmi nem működik. A pénzkeresés sem működik. Neked kell az igenis, hogy a nyugiba menjél haza, hogy tudjad, hogy a gyereket elhozzák, viszik az is, hogy foglalkoznak vele, hogy ott van mellette egy társ, akivel megbeszélhet minden. Most mondani, de hogy amikor váltok, hogy jár, váltok, akkor hogy jár neki. Igenis jár neki, mert ez közösen szerzett vagyon. Odaadom a Kornénak a számát, aki válóperes ügyvéd is, és elmondja, hogy valamikor egy CD-tokon, meg egy CD-tarton, meg egy Blu-ray DVD lejátszó veszekednek egy évig. De vérre menő vita zajlik egy CD-tarton. Az érzelmi többlet az mi az, amikor a szex után simi van? Vagy mi az? Melyik az érzelmi többlet? Nagyon szépen. Azt nem tudom neked megtanítani. De mi az, amikor simi van, egy két percig simogatlak, ha te is? Az már az érzelmi többlet? Ezt már ebben a korban engedem. Ez neked már nincs. Jó, de hogy kínai testvéreink... Amikor undorodva lerúgja magáról a te papucsod. És amikor elkér ettől, hogy légy, az én papucsa, hagyj hordjam el. Kínai testvéreink kitaláltak erre egy elegáns megoldást, hogy ne kelljen ilyen módon szétosztani a javakat. Van olyan most már, hogy házassági biztosítás, vagy házasságbiztosítás, amikor szépen a frigyre adjátok a fejeteket, akkor van lehetőség erre egy komoly biztosítást kötni, és amikor szétmentek, akkor szépen ebből részesültök, egy megadott arányban, vagy egyenlően, vagy ezt nyilván le lehet kötni előtte. Ez egy baromi jó dolog egyébként, ezzel ösztönzik őket arra is, hogy azt hiszem talán csak 5 év után fizet, tehát hogy az ilyen... 5 évet együtt kell lenni. Megvan egy ilyen minimum időtartam, amit együtt kell lenni, és egyébként ahogy minél többet együtt vagytok, ennek a hozama is folyamatosan nő, tehát hogy még motiválva vagytok, nyilván nem ez fog együtt tartani egy rossz kapcsolatot, de mégis van egy picike ilyen jópofa jellege ennek a dolognak, hogy nyilván érzelmileg, meg anyagilag is egy befektetés az így együtt töltött idő, és nyilván vannak olyan kitételek ebben egyébként, ami biztos, hogy amikor az egyik fél többet kap, tehát például azon agyaltam, hogyha mondjuk megcsalás van, akkor simán lehet az, hogy az amúgy is egy fájdalmas dolog, azt lehet mondani, hogy akkor mondjuk te a 70%-át kapod, hogyha mondjuk bizonyíthatóan belép egy harmadik fél. Igen, megcsalom, el is válunk, és még az 50%-át elviszem, az nem annyira korrekt. Fú, de egyre furábban szólok, hogy az nem annyira korrekt. Abszolút, hogy biztos vannak nyilván ilyen kis kitételek ebben a történetben. Ti kötnétek ilyet egyébként, vagy kötöttetek volna, ha lett volna? Szerintem ez jó pofa dolog, nem? Házasság biztosítás.
Nem jobb, hát igen, mert ez nem arról szól, hogy, hogy előrevetített, hogy el fogsz válni. Dehogy nem, ugyanarról szól. De kicsit közben egyébként ez arról is arról szól. Ez is, abban ezért is benne van az, hogy hát majd egyszer azért, ha elválunk, akkor de, 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 van valami, de nem, ez nekem nem olyan, mint a házassági szerződés. Sem. Ebben van egy kis fájdalomdíj, hogy figyelj, röhögjünk egyet, kössük meg. Ha esetleg az egész úgy sikerül, akkor kicsit neked is lesz egy fájdalomdíjad, meg aha, nekem is. Hasonlóképpen előrevetített, hogy vége lehet, de ez egy ilyen cinkos összekacsintás. Figyelj, ha már úgy alakult, legalább legyen olyan valami, ami... Ez is olyan. Fura. Én soha nem ülök be úgy a moziba, hogy a végét várom. Érted? Tehát, hogy, hogy érted? Hogy legyen szabad folyás a dolgoknak, tartson, ameddig tart, de addig ne azon agyaljak már, hogy mi lesz, amikor majd látom a vége főcímét. De keresünk egy kis pénzt, az nem. Igen, baj. Az a különbség a kettő között, hogy a házassági szerződés nyilván az erőlteti, akinek több van. Ugye? Tehát, hogy ott azt akarod, hogy a másiknak ne jusson. Igen, hogyha... inkább van az, hogy itt meg az van, hogy mi a mind a ketten keresünk. Ebből a szempontból igazad van, abból a szempontból Janninak van igaz, hogy a franc akar úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy na biztos vége lesz. Házassági szerződés sok olyan kötnek úgy, akinek kevesebb van pont azért, hogy bebizonyítsák, hogy nem azért mennek hozzá. Tehát sokan ezt ilyen bizonyítékként lobogtatják, hogy már pedig kössünk, mert én szegényebben léptem bele, de én ugyanannyit szeretnék elvenni, mert a végén, vagy elvinni, mert nem a pénzért vagyok veled. Tehát, hogy nem tudom. Ez akkor jó szerintem, hogyha nem csak a válásnál fizet, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy 5 évnek el kell telni, hogy egyáltalán fizessen válás esetén, és mondjuk egy hosszabb futamidőben, mondjuk 10 évnél ezt kiveheted, és ez közös pénzként is megjelent. Tehát, hogy ez de csak válásnál tudod kivenni? Ez a kérdés. Ezt nem láttam annyira részleteit, nyilván nem olvastam a, mint a 30 oldalas biztosítási szabályzatot mandarin dialektusban, de valószínűleg van ennek egy kifutása, amit együtt is fel tudtok venni, tehát nem csak annyi van, hogy a válás után, vagy ez csak a válás premizája, hanem biztos, hogy van olyan verziója is ennek, amikor 10 év után szépen együtt fölmarjátok, és ott van benne egy kégliára. Tehát ez valami, biztos, hogy van ennek egy valamilyen ilyen pozitív kifutása is. És van olyan esetleg, hogy ilyen sávosan emelkedő a panás? Tehát, hogyha 5 évig vagyunk együtt, akkor X. Igen. Hogyha 10 évig, akkor már egy picit több. Igen, hát ezt mondhatjuk, hogy emelkedik. Tehát, hogy folyamatosan emelkedik. Hogy próbálják szépen ezzel még inkább premizálni a hosszú házasságot. Ez egy jó ötlet. 5 évet kibírok, 5 évet már a szagát se állom, de... Igen, ez jó ötlet. Most hogy lövik be egyébként ilyenkor, hogy mennyire rizikós a párkapcsolat? Tehát, hogy ilyenkor leülnek veled, és akkor belövik így az occokat, hogy melyik félben van benne inkább a megcsalás. Tehát, hogy azért valamennyire csak be kell lőni a rizikót, tehát minden biztosításnál előtt azért fölmérik, hogy gondolom, azt az időintervallumot emelik föl, amíg kötelező együtt lenni, hogy kifizetés legyen. Tehát, hogy ne legyen az, mint Magyarországon, hogy mindenki megkötné, és egy év múlva elválna, és biztosítási csalást követne el. Tehát, hogy mit tudom én, 5 vagy 10 évig biztos, hogy nem kapsz egy forintot se. Szörnyű. Most 10 év után már azért nem mondhatni, hogy valaki kapból házasodott össze a másikat, tehát nyilván ezt az időintervallumot emelik. Ilyen tesztkérdések szerintem nincsenek. Megkötöd, és szépen 10 év után elválsz, akkor fizetnek. Nálunk már vinne mindent az asszony. Egy elegáns alternatíva szerintem a házassági szerződésért. Egy picit csak, mivel ez is egy ilyen alternatív biztosítás, még csináltam nektek egy rövid válogatást abban egyébként, hogy miket biztosítanak egyébként még a világban sztárjaink, mert szerintem ez még megér egy rövid misét. De ugye nincs benne Jennifer Lopez feneke. Mindjárt jön. De tudod, hogy most már rossz időbiztosítást is lehet kötni Magyarországon. Hogy mész nyaralni, és ha esik, akkor visszaadják a nyaralás árát. Vagy egy bizonyos százalékát, részét. Vagy egy részét, 50-70%, vagy akár bármennyi, nem tudom, de hogy megkötöd előre, hogy nehogy akkor rossz idő legyen. És óriási. Kis plusz kifizetsz, és ha rossz idő van, akkor viszont nem bukod el a nyaralást. Ez egy tök jó ötlet. Hát abszolút, sőt, ami szintén életszerű és tök jó ötlet, kis állatbiztosítási kalkulátor. Az micsoda? Megvan a hörcsögöt, szépen bepötyörészed, ilyen hörcsök, de jaj, de cuki. És bebiztosítod. Hányan ölnék meg a saját hörcsöküket, nem? Ja. A hónap vége felé, szegények. Meg kell halnod kicsi hörcsököm. Itt egyes is valami. Hol írjam valami? Pénztár, itt van, végül. És az megvan, hogy hirtelen kezded látni, hogy mintha egyre rosszabbul lenne a hörcsögöd, és egy ilyen hirtelen halált, így tudod, megszabadítod a kínjaitól. Látod, hogy szenved. Semmi baja nem volt. Látod, hogy szenved, és egy péklapáttal nagyon rámész. Jó, előre vettem egy ilyen listát. Ugye itt ezen elő van, nem tudom, figyelgetitek ezt a nagyon nagy baromságot, hogy sztárok ilyen testrészeiket bebiztosítják, hogy ilyenkor vajon ez mire fizet? Tehát, hogy itt van mondjuk David Beckham jobb lába, szimbolikus. Ott azért érthető. 377 milliárd. Ott érthető, azzal kereste ugye a lóvéját, tehát nyilván, hogyha egy olyan sérülést összeszed, akkor utána neki gondoskodnia kell a jövőjéről, hiszen tudjuk, hogy milyen szinten alul fizetett volt ez. Igen, az szörnyű. De most már, hogy nem focizik X éve, most mi történik? Oda mész is egy baseball ütővel, eltöröd a jobb lábát, akkor mi van? Vagy rátolod az asztalt, akkor neki fizet a biztosító? Hát vagy valaki levágja? Így is pénzt tolsz a zsebébe, érted? Ne tegyél vele jót. Ezt én nem értem. A testrészek biztosítás
kattintását soha nem értem, hát, ha csak nem valaki zongora művész. Tehát például Jennifer Lopez a fenekénél, ott mi történik? De nem mondjuk, hogyha egy David, de várj, az egy biztosítás. Tehát, hogy elhagyod a fenekedet? De David Beckhamnél az egy biztosítási csalás, mondjuk megtámadod egy sikátorban, akkor tolja mag előtt a jobb lábát, a jobb lábon, rúgvárt a rohadék a jobb lábon. Utal biztosít, utal biztosít. 377 milliárd forint. Jézus. Azt már be tudnánk osztani, nem? Be. Abból esküszöm adnék nektek egy 500 ezeret. Simán. De figyelj, a Gillon, tehát az lett benne, hogy izé, hogy a narancsbőrös lesz, vagy valami? Mutatom neked, 27 millió dollár, az mennyi, gyorsan számoljunk, az egy ilyen 5 milliárdocska? Egy ilyen 5, hát mondjuk ilyen 5-5,5 milliárdocskára berántott az a fenekét. Oh. Tehát, hogyha 5, de mit tud... De mit tudom én, ülsz a New York-Szingapúr járaton, fölkelsz, és ellopták a fél farpofádat, akkor kifizetem. Vagy valaki oda megy, és bűvületes módon segbe rúgja, akkor átutal neki a biztosítás 10 000 dollárt. Hogy, mire biztosítod a fenekedet, érted? Vagy egy ilyen nedves papucsa, tudod, ilyen strandpapucsa. Olyat rámágsz a Lupa szigeten, amikor itt fekszik kint, itt vagy a Délegyházán, hogy megjelenik rajta egy akut kelés. Hogy ez hogy? Tehát mire biztosítod a fenekedet? Mert hogy egyébként jó, picit már talán Kenta úr, de nem rossz, ja, egyébként, nem rossz, hogy mire, ott mit csinálnak? És hogy néz ki a bizonyítás, ugye? Tehát oda kell vinni előtte az állat. Hát a kárszakértő körbefotózza, festékmérővel megkapargatja egy kicsit, megnézi az ütközési magasságot. Hogy van ez? Nem nagyon értem. Egy borszakértő, a világ leghíresebb női borszakértője 3 milliárd forintra biztosította az ízlelő bimboit. Aha, hát tudod, igen, és de mi el tud menni? Hát biztos. De hogy? Én holnap azt mondom, hogy nem érzek semmit. A legjobb. Akkor elmegyek és kifizetik a 3 milliárdot? Hát biztosan előtte teszt. Na, de milyen teszt? Hogy? Nem. Hogy? Nem érzem. Tesztelj már. Nem érzem. Savanyú. Nem érzem. Savanyú érzi. Hölgyem, önnek utalunk, ez teljesen egyértelmű, hogy elvesztette. Ezeket nem értem. Tehát az abszolút hallásodat bebiztosítod 5 milliárd forintra. Haja? Nem. Haja? Nem hallom. Ez sem. Ez milyen hang volt? Miért volt? Ez milyen hang volt? Parancsol? Igen, mert például Havasi Balázs bebiztosítja a kezét, és utána történik egy komoly baleset, és rásik a kezére, és eltöri a csuklóját, és 3 hónapig nem tud zongorázni, ezt megértem. Vagy Edwin Márton. Nem Márton. Rededőr utálja a Márton. Egyébként Márton. Edwin Márton. Ott mondjuk a kezét szinte hengedül. Na de most tényleg? Tehát így mit csinálsz az ízlelő bimboiddal? Ellopják? Egy féltékeny szomelé betör a szádba, és beülteti saját magának, hogy mit csinál, nem értem. Na, de van olyan forma, aki például az ő védjegyéül szolgáló előreálló fogsorát biztosította be, mert az ő védjegye, és hogyha véletlenül megcsinálnák, akkor már veszíten ebből. Tehát én azt gondolom, hogy a markás alsó állkapcsomat biztosítanám mondjuk nem többre, de mondjuk egy mennyire biztosítsam, 10 milliárd, vagy mennyi legyen. Na, mi kinek kellene ez az a baj? Ez nem, az alsó állkapcsomat. Nem érné sérülés, mert mindenki csak menekül. De neked fogalmad nincsen, hogy egyébként az ország falunapjai mit vesztenének, ha ez az alsó állkap, hogy egyszer nem tudna autóba ülni és lemenni Edelénybe, vagy nem tudom. Tehát, hogy figyelj, én megmondom őszintén, hogy én azért az alsó állkapocsra, hogy mondom, ha úgy van, nem tudom mennyi a havi részlete, hogyha amikor bebiztosítod mondjuk 10 milliárd forintra, akkor a havi törlesztője az olyan, hát, ami az már erős. Ketyeg, igen. Mennyi ez akár már 100-200 ezer forint is havonta már? Azért kijön a 6. havi csekk, és el kell, hogy lőjed az alsó ajkadat, mert nem tudod fizetni. Valami legyen már inkább utáira. Gomez, gyere már, húzzál meg, azt nem merem. Gomez, menj már át az autóval az alsó állkapcsol. Ráfekszel az M7-esen nyitott szájjal, tudod, hogy menjenek át rajta. Tudod, Tibi, vigyázz, meg ne sérülj, nem kell Gomez, én egy méterrel leszek az autótól. Igen, nyugi, nem lesz bajom, a szántásban vagyok. Gomez, takíts már az állkapcsolat azzal a keverőpulttal, légy. A szántásba, hogy kerülök, hogy tesz szemét, hogy kerülök a szántásba. Ezt nem, jó, nem, ti mit biztosítanátok magatokon, ne hagyjatok most meg engem egyedül ebben a kulimázban. Valakin biztosítsunk, ti büdös nagy bunkók. Várjál csak, én ugyan... Na Jani, te például a hátsódra vagy büszke egyébként, szintén, ahogy fokhagyma gereznek, nem, nem azzal szoktál tartoskodni? Hát fél nekem, mondják egyébként, hogy egész jóságem. Na, akkor Janinak? Aha. Igen. Aha, többet hallottam. Rajtam kívül ezt még senki nem mondta. Mondják egyébként. Hát én nem bánom egyébként, hogy nem nézegetitek, tehát hogy azért most, hogy erre rácsodálkoztatok, ez igazából azt jelzi, hogy bocs, tehát hogy jó helyen vagytok a világban. Janinak biztosítjuk akkor a fokhagyma gerezdeket, ugye? Biztosítsuk. Figyelj, vagy miért ne hízzon el, vagy ne kopjon el. Nem, én nem tudom, mit biztosítanak rajta. Aha. Egyébként, de ja. hogy ugyanez a viszkozitás, rugalmasság, ízre, szagra. Én a melleimet ugyanez. Szeretem, meg az alkaromat. A melleimet? Igen, a melleimet. Jó melleim vannak. Tényleg? De kellemetlen. A hat cukát szívi. Igen, muta. Milyen? De most, hogy akkor muta.
De, jó mellett. És megmutattál. És megmutattál. Nem, és nézegetitek egymás mellé. Jó, Balázsnak frizura, egy jó frizura biztosítás. Legyen, győzzenek a sztereotípiát. Nem mondd már. Legyen a fitymát, mutasd. Megőrülsz. Neked az védjegyed, hát itt látszott a tévében is, hogy neked a frizura az fontos. Már 92-ben is diktáltam. Diktáltam a divatot. Jó, és akkor Ferinél? A zsírhasamat, én ezt megtartom. Nem, a kezedet a szakácskodás miatt. Tényleg? Egyébként tényleg. Bár tudom, hogy lábbal is. Sőt. Lábbal, a lábbal főzésben is nagyon jó. Farbofák közé vett fakanála. Félve kérdezem meg tőletek, hogy a rengeteg jóért, az érzelmi és minden jellegű pluszért, amit hoztam nektek, jogos lehet-e a taps és a sikoly? Nem tudunk tiltakozni. Így van. Jó, de a bökkélcsőrömet átgondolom. Komolyan. Jó, hát szorongok. Hát, feszengek, jó. Szorongok. Annyi mindent tudnék hozni, ha én csinálnám ezt a rovatot. De annyi szépen minden. Elbocsát. Annyi minden témám lenne, ha ez az érvatom lenne. Ne legyél böki, irigy, az e-mail címemet tudod, azonnal dobd át nekem. Mostantól csak olyat hozok be, amit hármasra adtok, mert mindig egy sírva megyek el. Minden nap 6 eszembe jut. 3-10 van pontosan. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan, 2 perccel mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszéltünk. Egy hallgató elküldte nekünk, hogy ugye nézte az M3-at, és egy retro adásban, egy leglegleg ismétlésben kiszúrt engem. Teljesen megdöbbentő, eleve, hogy tudta észrevenni. Elküldte nekünk a fotót, mi megtaláltuk a felvételt, kielemeztük a Casio G-Shockot, az órát, a hajat és a Veszkó csizmát farmerral. Ez egy 1993-as felvétel, egy hallgatótól kaptuk e-mailben, aki egyébként az M3 archívadásaival okoz felhőtlen örömet magának és családjának. Ott vett észre, kifotózta, elküldte, hát ezt szeretjük. Most nem, de honnan volt neked G-Shockod? De hogy volt G-Shock? Hát pont azt mondom. Nem, hát azt, hogy igen, hogy az óra... óra tehát, nem mondom, hello. Persze, hétzenésem. Egészségügy, anyu, mi? Hétzenésem se volt soha, semmilyen. Na, erről beszélgettünk, valamint vendégünk volt Kovács László, ugye a magyar túrázók bajnoka, aki mindig hihetetlen távokat teljesít a világ számos területén, most éppen egy maláj dzsungelen vágta át magát, és hát elképesztő élményeket mesélt. Ezekből szemezgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc van pontosan, 10 óra. Hello mindenkinek, hello Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság van? Jól vagy? Minden a legnagyobb rendben, elindult egy újabb hónap, kérlek szépen. Hát egy kicsit meghosszabbítottam, annyira jó voltam Szegeden. Meg olyan hosszú volt, hogy... Mondta mindenki. Ugye? Aha. Többen írtak ezt főleg. Mondták itt a főnökeim, hogy... Ugye, akkor maradj még egyet. Néhány még egyet, megérdemled. Jól van. Mondom, de úgy jönnék, de ne... Maradjál egy kicsit. Na jó, és hát... akkor maradtál. De Gábor helytált tegnap egyébként. Abszolút. Köszönet neki érte. Hívjuk a naphallgatóját, gyorsan. Na. Lassú ez a telefon. A kettes? Aha. Az nagyon. Még semmi nem történt, Laci, képzeld el. Most! Az bizony! Az bizony! Attila, hello! Balázs! Hello, hello! Csabi, Feri, Jani, mindenki. Hello, Ati. Ati, igazából nem írtál nekünk szellemeset, viszont hát több szempontból is teletél a naphallgatója. Egyrészt, hogy végig tudtál nézni egy teljes leglegleget az M3-on. Ez már önmagában magában nagyon komoly teljesítmény. A napnézője. Igen, a napnézője, és te küldted nekünk ezt a kis fotót, amit nagyon szerettünk, és sokat beszéltünk róla ma reggel. Így van. Igen. Hogy akadtál, hogy ment a tévé, és ezt csak észrevetted, és gyorsan kifotóztad, vagy hol? Ja, pont akkor értem haza melóból, aztán benyomtam a tévét, és hát először Rózsa Gyurinak a fehér zoknyának ott meg a szemem. Nagyon szép, tiszta zakni volt rá. Ez nem lenne baj, ha nem fekete zakó lett volna, akkor rajtani mellé, és fekete nadrág. Igen. Utána feltűntél te, mint Jason Donovan. Jason. A magyar Jason Donovan. Igen. Ez nálad egyébként rendszeres, hogy egyfajta önkínzás véget? Ne, de hogy is. Vagy csak kapcsolgattál? Így van. Aha. Helyileg hol hallgatsz minket, Ati? Gyöngyösen. Jó van. Küldünk neked egy szép kis ajándékot, és köszi a fotót. Nagyon, nagyon szerettük. Oké, köszönöm szépen. Jó, te vagy a naphallgatója. Köszi. Köszi, ciao. Még egyszer. Ciao, hello. Van fent egy kis videó is egyébként. A lelkes tapsol 0120-nál és 610-nél. Ritka lehet ilyet látni, Balázs másnak tapsol. Veszkó csizmában betűrtünk be. Kőmosott farmer van. Jó is az.
Csavikám. És a lánya második sorban nem jelentkezett? Hát én nem tudom, hogy ki. Egy-két osztálytár... Egy-két osztálytár... Azóta is alszik. Egy-két osztálytársamat megismerem. Közülük egy még mindig, vagy hát azóta is a barátom tulajdonképpen ott ülünk. Ez gimnázium, 1993. Na megnézem majd én is. Remek zenei lesznek, Csabi? Azért nem az újdonságok közül ajánlok valamit, mert megint promotálni szeretnék. A Vastag Csavit ajánlom, aki ugye ott volt velünk Szegeden, és a következő klassz nyáralomásra is érkezik, ami már nincs is olyan messze, hiszen jövő héten pénteken mi már megint folytatjuk ezt a remek sorozatot. Balatonfüredre fogunk menni, ahol most nem a... Rosszat mondom? Nem lép fel a Vastag. Én legalábbis nem lehet. Nézzétek már meg, 19.30. Pont ez a lényeg, hogy nem délelőtt az adás helyszínén, hanem a nagy koncert színpadán fog fellépni Vastag Csabi, egy nagy koncertet ad zenekarral. Ezért szeretném őt promotálni egy kicsit, meg hát persze ott lesz a Rúzsa Magdi, és ott lesz az Ergo is, kisbetűvel kik vannak írva, Feri, ezt te látod. Mi tudom én, Kaszatibi. Na, csak ezért kisbetűvel. Mi is kisbetűvel vagyunk egyébként, ugyanúgy, igen. Na tehát onnan mennek majd a műsorok is, ugye a Sun Cityből, meg az Annagora Parkból fogunk adni, meg ott lesz a buli. Ergo, Rúzsa Magdi és Vastag Csabi, akitől a következő órában meghallgatjuk az Őrült éjjel című dalt. És mindez jövő héten pénteken. Kiváló. Már megint megyünk és találkozunk a hallgatókkal. Mindent elmondott. Yeah. Belgium. Belgium? Belgium. Azt mondod? Azt. Mit, jó. Jó. Vissza az egész. Mit mond az orsz? Feri, én azt mondom, hogy lesz Argentina-Svájc, szerintem inkább Svájcra tegyek. Nem esélytelenek, gyerekek, nem esélytelenek, de az nem lenne szép dolog. Jó, de akkor erre te választasz. Amcsi belgára fogadunk, mik az otcok? Figyelj, azt mondja, hogy Belgium, Egyesült Államok, hát 1.95-3.70. De kinek az 1.95? Hát a belgáknak. Tehát esélyesebbek tartják a fogadalmat a belgákat. Úri ember vagyok, legyen a belga a tiéd. Egyesült Államok, azt kérem. Feri, lóksz 15-tel. A Egyesült Államok. Ez egy bohém srác. 5. Az egy dolog, de én nem akarom, hogy otthon kasztrálják. Jó, de... Ez a dugi pénzem, jó? Azért vagy ilyen. Azért ez a vagy dugi pénzem. 11-kor előállítanak. Véged lesz. Figyelj, én most tényleg elmondtam, hogy szerintem tegyél a belgákra. USA? Amikor behúzod, akkor de az várján, nagyon nagy behúzás. Azt mondod, hogy tegyek a belgákra, ráteszek a belgákra, igen? És nem ők nyernek, akkor mi van? Hát akkor tegyél az amerikaiakra. Nekem minden csak új ember akarok lenni, mert mindig azt mondod, hogy én az esélyesebbre teszek. Nem teszek, válasszál te mondod meg. Belga, belga, USA, amit akarsz. Én a másik. Figyelj Feri, szerintem egy jól működő kapcsolatnak az őszintesség az alapja. Neked túl sok dugi pénzed van, úgy érzel. Csak mondom, 15 mínuszban vagy eddig a VB fogadásoknál, úgyhogy Csabi, óvatosan. Szerinted ki fog nyelni, belga vagy USA? Hát USA. Hát ha, egy nagy fogti szakértet. Legalábbis a belgák esélyesebbek, de egyébként lehet, hogy az USA nyer. Én valamiért az amerikaiakat preferálom, tehát nekik jobban drukkolok, de tényes való, hogy a belgák kapusa... Amerikaiak Klinsmannnal, gyerekek. Hát ez az. De a belgák kapusának nehéz lesz gólt rúgni, az tényes való. Hát ő nem tud gólt rúgni, a kapuban van. Melyik legyen? Neki. Jó, ez nehéz. Belga. Belga. Jó. Jó, belga. Tartom. Jó. Csabi, jön a kívánság műsorral, 555-55-00. Itt tudtok tőle dalt kérni, szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok!